Mi az? Aspot fogtam. Na, első ilyen hal. Megállt a kapás, gyerekek. Még nem is fogtam ilyen halat. Rekordom hogy áll? Tartom még? Nem figyeltétek a kezik? Nincsen? Nem. Én nem néztem, bocs. Jó, van még tartom. Kapás hátán kapás. Hát te még mindig old borgon vagy? Ott vagyok, aha. Most egy halfajjal, nem is tudom, valamilyen halhússal forgászok. Kosaráson. Hal? Aha. Halszelette? Halszelette, aha. Szóval, nem is tudom, ilyen rózsaszín halszelette. Goldér vettem. 0-62. Halszelette? Ha? Nem mondod azt, hogy te, te megörültél ember, hogy Goldér alszeletet. Hallod, az elmondom menj, neked. Mennyi kell, itt van az inventory-ban 200 darab alszelet. Az igen. Küldött mennyi volna a snooper ember. Ilyet ne csináljátok, hogy Goldér vesztek ilyen csalit. Ilyen. Hát jó, alszelet, nem. Én nem vagyok olyan, hogy most kunyaráljak most. Én... Ne, egy alszelet, egy 10 darab alszelet semmiben nem kerül. Figyelj, tudod, hogy mit jelent a 10 darab halszelet? Fog mondjuk egy 5 kilós halat és földarabolja, érted? Igen, föl lehet darabolni. Igen, nem is tud. Igen, mert akinek ez megvan a harvesting skill-je 60-as, hiszem, vagy 70-es? Aha. 70-es harvestingnél lehet craftolni. Ez jó. A halszeletet, ne idegesíts, senki nem veszi meg goldért. Mindenki inkább más se. Jó, hát újjak vagytok, meg nem akarok, hogy te figyelj, idejövök és akkor mindjárt kunyarálok. Kérd, ne kunyarálj, kérdezz. Ja, ne kunyaráljál, hanem kérdezz, így van, hogy mivel érdemes, meg egyebek. De amúgy meg a halszelettel vigyázzál, nehogy akasszál valami harcsát. Halszelettel éjszaka mély vízbe, amúgy dob ki. Tudom, hogy semmit nem érsz vele. Igen. Igen. Hát itt fogtak egy fekete hal, nem is tudom mit. Fekete valamit. Ezen a talán. Burbotot. Burbotot. Anya, ja, burbotot, aha. De az este. Menj halott, ja. Az is mély víz éjszaka. 6 méteresbe. Ha. Este 8-tól reggel 5-ig. Mi? Csuka. Elpróbálom majd. De pont bele kell dobni. A 6 méteresbe. Igen? Igen. Megpróbálom majd. Oda megyek. Most lesz majd este fele. Na, én egészségesen élek. Levelek egy almár. Most amúgy nem túl meleg a víz? Hány fokos? Nem tudom. Hát ott jobb felső sarok, a napocska alatt, idő mellett. Na, 23. Akkor eléggé meleg. Akkor meleg a víz. Nem, az nem a víz, az a na külső mérséklet, de ahhoz képest. Ugyebár, ha meleg van, meleg a víz is. Akkor azért mély nem jönnek állak? Mély vízre vannak. Mély víz, nádas széle. Béka talp alatt, ahol tudnak külső. Béka talp. Vagy ez az nem? Béka nyája. Béka nyája, vagy béka lencse. Vagy béka lencse. Béka talp az, amikor a lábadra félsz. Tavi rózsát akartam mondani csak. Vagy az, ja. Jó, Isten, még egy napig itt autókázzak, Volkomon. Belenézek a diktaik a lávján. Lávjába? Live-ba. Taik a lávjába. Te is online vagy egyszer? Aha. Igen? Fönn vagyok most is orgázom. De nem úgy értem. YouTube-on. Ja, fizé, live-olok, áh, most. Live-olok? Csak szóljál, de akkor nem szidjuk a népet egyebek. Ja, hát engem nem zavar egy ember, nézős fiam vagyok. De szoktak én oroszok jönni, hogy nézik, gondolom, már nem szoktak kirogatni, de...
Defense. Nem, már ketten vagyunk. Hárma. Nekem nem jelzik el YouTube. Ez az... szokásos. Most nézem, hogy én magam kaptam értesítést telefonra. Ezt nagyon még sose kaptam. Ez így. Sose pedig kaptam. Az a nagy szó, hogyha már kiküldi a YouTube-ot értesítést, amúgy újabban szól. Hó, bejöttkozott. Hát azt mondom, volt, hogy én sose kaptam telefonra saját hatimról. Volt öt a napokban, hogy jött a pecázunk. Jó, pecázunk, oké. Okay. És akkor másnap kaptam meg azért az értesítést a pecalive-ról. Az igen. De nem, hogy izén telefonra, hanem még számítógépre is, tehát egy abszolút. Mert a telefonos YouTube. YouTube-om nem ugyanaz, mint ami a PC-n van, tehát ugye így gyakorlatilag két külön YouTube-ok. Uh-huh. Én nekem és... sose kaptam értesítést, most az egyszer kaptam telefonra saját csatnémről, pedig ugyanaz a konta vagy belépve telefonon is. Az ez, is azért, ez azért durva. Nálad is megy live-ból, Peco. Persze. Ja, csak nincs bekapcsolva a csete. Mi nincs bekapcsolva? A csete. Csetem. Hát én nem tudok írni a csetre semmit. Igen. Élő csevegés újrajátszási opció van. Tudok egy jó izét admin, itt van velünk. Szegények nem marad. Én írtam most is a csetbe. Én nem látom. Tovább információ. Élő csevegés újrajátszása. Lehet, hogy régi izét nézed, vagy ezt újabb, új live-ot nézed, na? Mert előbb live-ot, hogy ezt lenyomtam. Ja, hát akkor lehet. Jani, mire jött megint az amúr? Nagyra, az jó. A kis botomra, hát na mire? Most látod, hogy horgászok? Na most jó a cset. Az előbb nem is itt voltál. Az igen. Megköszöntem. Na, hoppá. Háló. Beírtam, hogy háló. Csup. 639-es. Halszeletre jött kapás. Lapa. Ja, ilyen. Nem mondjuk már 8 óra van. Előbb is fogtam, azzal fogtam azt, amit mondott a hopper, hogy ez drága. Nem tudom, mi volt az, amit néztem. Félig volt, amit... Az jó, elment a hal, az pergetek, de amúgy nem is volt rajta sem. Milyen kapáson a jobb oldali boton. Az hogy ment el a hal? Amúgy ennek nem örülök, mert ez csak rontja a statomat. Csak ilyen szarokat fogok. Micsoda, ezért... Hallod? Nézd meg, mit fogtam vele, beszartam. Ja, nagyobb írja, a hal szelet, mint a hal. Nagyobb a hal szelet, mint a hal. Mi a fasz? Hallod, hát... Ezt minek tákolod? Nem tudom. Ez csak bohózkodsz. Ez komoly. Csak megnéztem, hogy... The Chinese Sleeper. Hát igen. Az ragadozó. Na ugye... Kérje azt, az ragadozó. De tényleg az. Éppen délelőtt néztük meg, milyen hal ez a Chinese Sleeper. Gébe. Ja, ma csak gébek. Amúgy kilövöldözik a játékba. Azt hittem csak horgászol. Ez ilyen tapadókorongó szar, nem? Senki az ilyen háttérzene. Nem, az a Göte. Ki az a Jani? Azt hittem, hogy... Ez valaki játékos, ti. Én vagyok. Ja. És amúgy meg Pola Jani. Pola Jani. Egy Jani Pola. Pola Jani. Na? Ki jössz, vagy elmész? Megint megszívtam. Háj, nem ilyen kapás. Szénk vagy nem ilyen hal. Szar. Gyertek amúrozni oldra. Ne menjél már légy szíves. Hát, halló? Eddig az bejött. Most ez nem igazán. Ez meg a kárászozás izén. Ez valami ponty lehet. Kukoricára. Ez valami nagy ponty. Az ilyen izé fő... Milyen kukorica? Krumplis hal botot. Ja, krumplis tényleg most néz. Legnagyobb botod, de szúrjad rá a krumplit. 2,86. Azon most halszelet van, mert megpróbálom, hogy izét. Hát, nem mondjuk éjszaka lehet, hogy jön rá majd a burba, csak az a baj, hogy tényleg amikor majd a 80 grammos percs fő veszi, és így gondoltam rajta, hogy mi igen, az? Hát ez a hal, ez maga akkor a halszelet, amit ja, felsz. Ha az volt most, hogy nagyobb volt a halszelet, átbugolt rajta. Hát, igen. Egyszert.
Ezért hogy tudja befogni? Chinese Sleeper 2, igen. Ezt neked melyik az a kama botod, vagy melyik az a legerősebb bot, amit mondtak a fiúk is, hogy nagyon jó, az a 21 kilót bír, vagy mit? Mindjárt mondom. Jaj. Hogy mennyiért vetted? Hát most én azért nem megyek ide, a nevét megmondom. Hát de úgy most... értem, ja. Akkor onnan. Azért nem sétálok ki megint. Figyelj, 400, 480 ez is környéken van. Hát megint ez kapáson. Fortuna feederek, ami 19-es fél kilós bot, ami még nagyon sokáig elég a játékba, tehát nem kell rögtön 30 kilós botot venni. Hát én már csak méregből vettem akkor, ez... nem mondom, mert nem hiszem el, hogy megint eltörik a bot. Ez meg ja, el... hát persze, csak ezt úgy kell kezelni, srácok, hogy ha van egy 7 kilós botom, akkor nem rakok rá egy 15 kilós damilt, és akkor nem törik el a bot. Mm. Mert előbb fog elszakadni a damila terhelés alatt, mint sem, hogy a bot eltörj. Amikor meg már előkével pecázol... Nem jó. Ja igen, előké. Jó, okay. Hogyha meg előkével pecázol, akkor meg már az előkét kell kisebbre lenni. Tehát mondjuk, hogyha a damilod 15 kilós, akkor 14 és feles előkét rakt rá. Mm-hmm. És akkor a előke fog elszakadni, és nem a damilod. Ja, az még csak olcsóbb. A horgot, hát meg akkor csak a horgot fogja elvinni. Meg az előkét kell lecserélned, viszont az eltetőkosarad megmarad, mert ugye az az előke fölött van. Meg a... izé. Jó van. Ezt meg a dami a... sem... rövidül meg igazából rajta. Megtaláltam, milyen botod van, ez 700-ba kerül, vagy 600. Olyat biztos nem veszek most. Meg most semmiért. Mert 80 ér meg, szerintem nem éri meg. Hú, nem kell kólát. Mondom, hogyha rám hallgatsz, akkor az izét veszed. Hogyha ott vagy még a boltnál, akkor ránézel, hogy Express Ching, nem, bocsánat, Szibéria, tehát bal oldalt kiválasztod a Szibéria, és Fortuna Feeder. És hogyha megnyitod a Fortuna Feedert, akkor ott van az FD 420. Ez ugye egy 420 centis, tehát egy 4 méter 20 centis bot, 120 grombos maximális dobósúlyjal. Fortuna Feeder? Fortuna Feeder, így van. Fortuna Feeder FD 420. Ez a Szibérián belül találod meg a... 450-be kerül. Így van, és az ez egy 19-es... Az egy 19-es fél kilós bot. Ami még itt nagyon sokáig elég lesz a játékba, tehát. Ebből baj lesz. Azzal már lehet nagyot akasztani? Hát azzal lehet. Már lehet, mert az nem fog lehet. Eltörni, így van. Most Johnny-nak úgy néz ki most a setup, hogy neki van rajta egy 14 kilós oldorsó, egy 14 kilós orsó, 10-hányas damilt vettél, 17-est? 17. Hát ez jó sokba kerül. 17 kilós. 17 kilós damil, meg 16 feles előke, azt hiszem. Ez komoly. Akkor átküldött para. Viszont az előző 7,5 kilós orsommal, meg ezzel a Siberian Feeder 420-assal, meg 10 kilós damilla, a 29 kilós pontyot ki lehet venni. Ja. Az igen. Ki lehet venni kisbottal is, csak az belekerül egy fél napodba konkrétan. Jó, de hány órát szenvedtél vele, Johnny? Hát más egy órát. Jó órát szenvedtem vele. Fizikailag egy órát, nem a játékban. Az igen. Az egy nap volt akkor a játékban. De hülyét kapnak. Tegnap egy 25 kilós jött rá. És azt is a 7,5 kilóssal vettem. Ebből a Fortuna Feederből a... Ilyenkor lerakad, amikor el kell menni végszére, hogy van, hogy vigyél. Megnyitod és ott van, hogy FD 420. 4 méterest kell megvenni. A 4,2 méter és 35 és 120 gram között bír. Tegnap jött? Tegnap van. Az már egy viszonylag jó bot, arra lehet rakni már majd nagy orrt, és ugye 4 kilós orsót simán, vagy 15 kilóst, ott a függ melyik van. Tetszik és... 5,5 kilós orsó hát, is. Az még kicsi, de rárakhatod azt is nyugodtan, csak arra figyeljél, hogy azon damil. Azon is valami Szibéria damil. Hol nézed a botokat? Már bocsánat. Melyik pályán vagy? Melyik pályán? A Windingen. Megnéznéd nekem egyfajta botot? Mondjad. Szibéria Fortuna Car 360XH. Várjál, ez itt sok kemetszerre, várjál. Hol? A Carp botoknál van?
Igen. Akkor ez a... Igen. Szibéria. Igen. Fortuna Car. Igen. 360XH. Igen, az 1580 silverbe kerül. 1580 csak? Ez már kiment a pal. 3,6 méter és 35-160 gram még bír. Nem, az a dobósúlya. Ja, igen, akkor az valaki a kiló. Az 39 kiló így. 39,5, ja. Te ez még van még ebből? Abból már nekem van kettő, most akarok venni még egy. Ja, nekem 157 silverem van most, úgyhogy még nekem kell farmolnom. A Dagi Trophy? 300-at. Itt egy újabb trophy, nagyon jó. Nem hiszem. Mit nem hiszel el? Nem bírom kiszedni. Ez tudja, hogy 10 kiló felett lesz. Tudsz még tekerni a féken? Inkább le kéne, már el fog égni. Ó, Jani, hát már itt van a parton. Ja, hallod? Igen, hallátok. Kicsit emelj majd a boton, aztán kiebb jön az. Nem jön kiebb, hát majd fárasztom érte. Ki jött már, Johnny, vagy nem jön, most jön? Ki jött, 6,5, hogy mennyi. Szasza. Ja, látom én. Csak a húr. 6,6. Na, itt nem megy ki a izéből, hallod? Főnök. Ecetek. Ne tekert fel izé Maxra a féket. La 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 la. Kíváncsi leszek, mi lesz amúgy. Aha. Ah, elég a izém. Ki a lacik belőle, az szép muzsika szó. Ez milyen buziság, hogy arra megy te? Hallod? Légy szíves. Te már hol jársz amúgy? Már nem ott vagyok. Ha már átmentél az ebből a másik oldalára, azért megy kifele. Ja, most visszajött. Megkerülted az ebből, és azért megy kifele. Ja. Nem tudja letekerni a damilodat, mert nem tud olyan messze menni az ebből belül. Viszont ha kimegy az ebből, akkor az... Boldon? Az mi a... Ecet, a balra tartsd a botot, akkor nem fog kimenni. Az mi volt? Megfeszítettem a botot, tudod, hátrafele, hogy húzom ki. Az fogta a hal, kiugrott a vízbe, azt így bele a csónakba. Az verte. Ide ugrott, de esküszöm, így ugrott az ember. Csónakba. Jó. 4 kilós, 4,5 kilós sárcsatik, érted? Ez elébe hullik, panaszkodik. Mondjuk már megérdemled a tegnapi nap után, meg a tegnapi előtti nap után, úgyhogy... Már mit vetetek ki, vagy kivettétek? Mi semmi, az ölébe ugrott a... Üzé, az Atlantic szám. Tekerem így kifele, tudod, feszül megfele. Fogtam jobb klikkel a botot, így pitt, hogy megrántottam, azt így fogta a számon, ezt így a vízből, így ding, így be a monitorba. Ez igen. Nem írta a chat, csak azért nézem. De kiírta, ott van 4,50... Ja, látom, látom, 4,59 látom. Ja, ja, kiírta. Csak már ez a budi verseny jött be, azt jó szokat. Na, akkor megyek Kárászhozni oda a mozgatóba. Mert te most Macitón vagy, nem is Macitón. Gyertek oldal az öbölbe, Isten király, jönnek az amúrok. Csak legyen hozzá cuccot. Egészségedre. Egészségedre. Úgy kell azt. Ó, mindjárt jön Taika. Tényleg? Ha mondta, hogy 11-től horgászni akar. Jaj, azt mondta, hogy majd attól függ, hány néző van. Tényleg, hogy már most egyszer elhagylak, megnézem a Taikának, mennyi néző. Én is megnézem. 36 aktív néző. Hát tényleg veszett népszerű ez a kamió. Jönni fog szerintem. A horgászatot többen amikor... nézik amúgy. Nem azért, amikor kamió. A horgászatot amúgy többen nézik, esküszöm. Ne, figyelj, nem azért, amikor farmoltunk. Szerintem többen nézték a farmot. Farmingot? Igen? He. Figyelj, amúgy meg ez hülyeség, én azt mondom neked, én beindítanám a live-ot most, elindítanám. Egyszer, hogy ha normálisan ember ilyen hülyéskedik az ember horgászat közben, többen néznék. Igen, de állandóan ez, hogy felteszem ezt. Ja, yeah, amúgy. Eltelik egy perc,
itt nincs kapás, megyek tovább. Vagy hova menjek, fiúk, ti hol vagytok? Ja. Itt vagyunk. Jó, akkor oda megyek. Bedobja. Semmi. Itt nincs kapás. Tényleg így csinálja. De nem, hát ez nem, hogy lehet. Hát te is tudnál sztukra csinálni. Én el is tudnám indítani, akár most is. Sőt, Majnári nem is tudom melyik. Szerintem, hogy 2%-kal megnő a nézettsége Taikának, amikor... Per itt van. Amúgy tényleg... Micsoda? Nem értettem. Ha beírná nevedet a live-nak a címébe, akkor 2%-kal megnő a nézettsége. Amúgy... Igen, szeretnek. Ja. Amikor mondja, hogy izé, családbarát lágy, ne beszéljetek már csúnya. Jó van, már nem beszélek csúnya, hogy baszki. Szeret velem, nem tud mit kezdeni. Engem nem kontrollál. Jani, elfelejtettem, hogy hol volt az a hely. Ez a kárpozós. Vagy a kárászozós. Kárászozós, 35-49. B7-es B7-es szektor bal felső csücske. Akkor ilyen nagyon rossz helyen keresem. Az lehet. Korikázzá tüppel a térképet, küldjétek el neki. Két botot meg szétveri valami. Van, ha visszatekergeti itt a ízét, akkor ott lehet, hogy talál. De hogyha nagyon szépen megkérjük, akkor Rizler bácsi küld neki amúgy egy rájelő térképet, amiben van korikázva. Ja, megtaláltam. De az általánosban látják szerint. Ez valamikor izé... Valamikor ez ki is fog jönni. Hát most lehet, hogy elfáradt. Hát valamikor biztos. Csak kérdés, mikor. Ah, kell kraftolnom kenyeret, mert nincs. Erre gyere, te buzifej. Bejött a kiskutya megint. Itt van, már előttem. Arra kíváncsi leszek, úgyhogy nézem a live-ot. Milyen live-ot? Tetszett. Mit fog ki? Mit tart ilyen sokáig? Az meg nem tudom kiemelni, vagy? Az nem kicsi amúgy. 7 és... Hal? 7,37 vagy 31. Az nem kicsi amúgy. Elmondom neked, rosszabb kiszedni egy 7 kilós amúrt, mint egy 12-est. Igen? Mhm. Hát gondolom, ma nem bír úszni, az már olyan dagadt. Na, 7 kilós amúrt, bra. Köszönöm. Honnan szedtük? Vízből. De hol vagy? Melyik pályán? Itt vagy az a bőrbe? Én is. Mondj ezt, Snooker. Most figyelem, hogy én tényleg 89 grammal növeltem meg a rekordomat. Hát igen, mert 23.002 volt a grasscard, tudod? Igen. És a leathercard meg 23.091. Az igen. Van az így. A grasscard 1 méter 11 centi. Hopp, hopp, hopp. Egyszer te hanyas szinten vagy? Ja nem is... Meg tudom nézni. Baszott, már két orsót, meg két botot eltörtént. Én is három botot, meg kettő orsót. Ha én is két botot eltörtem, az ugye jó, hogy orsót én nem sikerült állítani. De én a három botból kettőt úgy törtem el, hogy ügyeségbe vettem. De ezt a grasscardot a 7,4-est most mozg fogtad, mi? Ez a rekord önnek. Ja, de neked van egy 7,4-es rekord. Mondom. Aj.
Hát már lehet, hogy én is egy csákjával nagyon szúrtam. Ott tuszkán előttem. Sőt, haverral íjjal lelővettem volna. Van ilyen, Floridában nyomnak ilyet, hogy crossbow fishing. Ó, hát láttam izé videóban is. Ja, az élőben volt. Én is videóban láttam. Durva cuccokat fognak. Ilyen nagy, nagy lapos halakra lövődöznek íjjal. Nagyon fájásom. Hát, te mi a jó kurva? Ki tudja, lehetne. Mi a kurva anyád vagy? Már megint. Na, most ásolgatok és tök jól adja most az izét. Négyszer egymás után beadta a kettes izét, warmat. Az a lényeg, hogy alul kiírja, hogy a százalékot, meg egy kis zöld karikába egy plusz. 0,2-t kaptam. De na, na, az a lényeg, hogy az menjen. Az a százalék menjen főfele. Elment a halom. Már 10%-os. Úgyhogy... még van mit fejlődnöm. Akkor még adja a százalékpontot. Majd a 40-nél már nem igen fogja. Gyere már fel, mi a szar vagy te, bazd meg? Jó, de nekem már nem olyan cuccom van, mint nektek, tesó. Azért nem ugyanaz a két halnak a kalibere. Hát de meg ez pergetés. Most pergetek, itt nem, izé, ezek olyanok, mint valami... kibaszott torpedó, érted? Beakad, az megy, mint a golyó. Á, mondj igen. Egy Volkovon nincs... meg aztán főleg. Nincs az az Isten, hogy megfékezd. Volkov az meg? Azt a kurva, mi? Azt a rohadt anyára. Ja. Level 20-t annyilik meg az a pár. Aha, még én sem tudok oda menni, még csak 19 vagyok. De az is szép. Megtűnik. Szép, szuper. Köszönöm. Jó, bassz meg. Az jó? Elég volt a kis bottal kiszedni. Az jó, ha? Az Atlantic szalma. Azt fogtad? Mekkorát? 6 kilós. 5,9 kiló. Jó az. Mennyi az 50, ez is 60? Olyan 30. 30? Az is jó. Aspot kéne fogni, azok a kurva jó. Az a rohadtja sokat ért. Fogtam belőle egy 400 grammosat, az sokat ért. Amúgy nem. Mivel, asból? Aha. Én most fogtam belőle egy, ugye mondom neked, csúb, 6,4 kilósat. Komoly. És most megint a paraszt módot verem. Amúgy jön. Két kiló alatt nem teszek halat a szágba. Ja, hát én ezt izé nem tudom megcsinálni. Moszkiton, de amúgy én sem lennék másképp szerintem amúgy. Tehát én viszont mondjuk fél kiló alatt nem a szágba halat. Mennyi 7 kiló alatt? Fél. Tudom, de szuper. Kettő. Jön el a 2 kiló a határ. Mi aztán, hogy 7-es. Ja, hogyha kiírja a setre, akkor ha visszakad, az kapcsol. XP-t ad, csak nem éri meg, tehát hogyha... A pénzt nem. Persze, tehát bukod a lóvét, ugye. Tehát azért az...
Eldöntheted, hogy szintre mész, vagy pénzre. Amúgy én nem tudom, most láttam, hogy Taikának hogy van annyi pénze az ATS-ben? Hát úgy, hogy van. Single mode-ba behackelt, az belépett. Nem kell. Nem kell úgy, hanem a varázsok között kell így ugrálni. Taikának azért van annyi pénze, mert nagyon sokat hoznak neki az emberei. Meg a kamionjai is, mert ugye nem most kezdte a játék. 3 milliárdot kellett hackedbe, Taika nekem mondta. Úgy kezdte hát az egészet. Hát akkor. Hát az hülyeség, mert én nem... De jó, csak hülyeség behackelni, mert én egy gram lóvét sem hackeltem be, és nekem is van 62 millió. 62? Aha. Millió? Igen. Jó, neki ja. Meg nem tudom hány. Én 10 milliót hackeltem be, és 1 milliárd, nem tudom mennyi van most. Annyit hoztak szóval. Jó, hát de minek annyi? Azért, hogy megcsinálják ezt a parázt. Én is lassan 2 milliárdnál járok. Euróba. Jó, Isten király. Jó. Én is játszottam. Multiba. Már, multiba. Na, Gibel Carp lesz ez. Nem, másfeles Common Carp. Single-be nem annyira élvezetes, multiba az nagyon jó. A Janival megcsináltunk mennyi acsit meg. Úristen, meg és még vannak amúgy. Majd egyszerre kiállok, de most egyelőre peca. Hát én is így vagyok vele. Kiállok még majd a maradékot megcsinálni, de... Meg majd szerintem akkor fogok megint öcsik mendezni, amikor jön a... Jön egy új DLC. Valami térkép DLC. És valószínű, hogy a Balkán lesz, úgyhogy... Azt várom már én is, hogy legyen már valami új térkép hozzá. Az a baj szerintem, hogy csak... Hát legkorábban talán vagy év közepe, vagy év vége lesz. Mire lesz hozzá új térkép DLC. Szerintem. Jönnek most a Gilisztára nagyon. Bár erről Zolit kéne megkérdezni, mert ő tudja, mint nagyon nyomon követi az eseményeket a LTS-be. Na, gyere már ide. Ha itt lóg előttem, azt nem jön. Sikerült. Hopp, 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 hopp. Gyere ide. Áh, és nem trofi. Csak egy hatos. Na, még egy Atlantic szalmon. Ó, oh, azt mondom. A 13... Beszálltam már oda a izéből, a sorba. 13 jegyű számot, azt hogy mondják? Na, Taikának annyi van. Taikának, meg mondjam, mennyi van? Nem tudom, 13 számjegyű. Várjál. Most az... számoltam meg. Mi a geci? Három. Hát, szerinted miért kérdeztem? Az 1 trillió 557 milliárd 656 millió 240.128 forint. Nem hiszem, hogy ezt összegyűjtette. De, hát mondom, az emberei dolgoznak, hát meg nem tudom, hány, néznek hány kamion, jön, nem látom. Nagyon, na, figyelj, nekem van, mennyit mondtam, Johnny Mutka 150 sofőrön van összesen, aki a 150 sofőrnek a maximális heti termelése 70 millió euró. Ja. 70 millió euró. Nem is tudtam, hogy a játékban lehet amúgy ilyet. Én azt hittem, hogy ez csak úgy, hogy te izész, kamionozgatsz. Hát mi a faszom? Most komolyan geci. Multi. Hát, az a legkirályabb a multi. Hát, úgy már lehet, akkor úgy már... A faszomba most már. Ki lehet farmol. Nem gondoltam. Hát nem tudok egy métert menni a csónakkal, mert... Bedobom a botot, ki kell venni. Bedobom, ki venni. Volt olyan, hogy elérte a heti hasznom. A heti hasznom elérte a
majdnem 20 millió eurót. Tehát, de mondjuk nekem a 150 sofőr az mind maxa. Tehát 100%-os skillezésük van, meg mind. Felejtsd el, amikor nincs kapás és úgy döntesz, hogy felállsz a gép elől, akkor lesz. Nekem megjöhetnének pont, hogy gyorsabban. Akár eszok? Igazából pénzért kell, mert amúgy uncsi. Vagy ilyen 400-esokat csak egy kitegerek. Ja, persze, csak az a baj, tehát én átmehetnék én is Oldburgra fogdosni az amúrokat, de szétkúrják az orsómat, szétkúrják a felszerelést. Eznek, annak semmi értelme egyelőre, most csak amúgy is. Hát igen, igazából ez most a pénzért van értelme. Igen. Meg így az elején a pénznek is van értelme inkább. Csak nem a legélvezetesebb. Egy kiló. De... Amúgy nekem még csak egy trófeám. És halam van, vagy mi. Az a 2 kiló 2-es gibelkárp. Kár ez. Hát a másik botom is behajlott. Arra azt tudom mondani, hogy a szép, hogy azt kiszedted. Egy, kettő. Kettő nekem, én inline riggel peceszok, és nekem az inline riggel a skillezés maxos. És nekem azért jön a... Ja. Mert nekem több mint 60% már a botom fishing. Amúgy az a durva, hogy a legrosszabb big botommal szedtem ki a 7 kilósat. Black Carp! Gratulok! Black Carp! Látom! Köszi! Az GG! Gratul! Ez sokat ér, nem? XP-be! Nagy botra ér! Hallottam, hogy valami jó hal, csak nem tudtam, hogy most pénz vagy. Itt, oldon! Itt! Nekem itt fizetett helyen van már, tudják. Johnny Valda betonoztatta magának a padot, meg minden úgy. Ki van betonozott pad, minden. Én itt annyit farmoltam, hogy rengeteget. Jani, emlékszel arra a halra, ami elment? Igen, visszajött. Szerintem most jött vissza. Füstöl az orszó? A alfa. 21-es fejéket. Ez úgy szép lesz. Próbáld meg megtartani. Kösz. 271 méter zsinórom van, 160 métert már elvitt. És csónakkal se tudok utána menni, mert amint leteszem, azonnal sikít viszi elfele. Légy szíves, fáradj már, ne baszd meg. Hú, nagyon szarul vagyok, srácok, pillés jövök. Menjél, okay. De miért nem lépsz ki, azt mész pihenni? Ne. Te a háztartási kex, hogyha fáj egy gyomrod, azt lehet dögleni megfelelő, lefele. Holnap suli. Egyszer, vagy nem egyszer. Ja, el is ment. Ja, már levette a hangot. Azt mondta, hogy fáj egy gyomra, nagyon mindjárt jön. Hopperek mondom, gondolom, egyszer nem tudom, iskolába jársz, vagy nem jársz. Azért mondom, te nem jársz, mert mondom, a hangodból ítél. Te hanyas vagy. Születés. Aha. Uh-huh. Én mondom, hogy hopperre még azt mondom, hogy hangi azt alatt jársz. Azt mondom úgy, hogy fiatalok nagyon nem játszanak ezzel.
Hát, figyelj, mikor kezdtük Snooper ezt? Johnny-vel? Vagy én, Johnny, mikor kezdtük? Hát... Ja. Tehát 2 hét alatt azért el lehet jutni egy jobb szintre, mert... Hát, hát 2-3 hete. De Szilveszterkor mi nem ezzel játszott. Kamionoztunk. Na. Még január első hetében is kamionoztatok. Én néztem a listát. Ja. Jaj, meg akkor még mindig kamionoztunk. Azután jöttem 2 nappal, ahogy elkezdtetek játszani. Szilveszter után kezdtük el játszani, ez biztos. Tehát, hogy így már jóval után. Ezért azt, mi az LTS nyomtuk. LTS nyomtuk. Hát sok vágjuk azért, tehát pecáztam már én is életemben, Johnny is járt a Tiszára, meg mit tudom én, meg a Snooper is tudott pecázni, de attól függetlenül a játék elég sok mindenben más, mint a valóság, és itt elég sokat segítettek a srácok a cseten. Meg jobban para, jobban a para, hogy jön horgászni. Para az meg nagyon vágja. Hát ő jár is horgászni. Én is járok. Én nem tudtam. Vagyis már most, már nem járok, mert nem tudok járni. Baszik. Ja, igen, mert Snooper jelenleg otthon fekszik egy combcsontörése. Munkahelye. Munkahelye. Kellemetlen, amikor a háromtagos alulétre szó szerint összecsukódik alatt. És alattad benne egy raklap járóla. Vagyis térkő. Hát, alattam összement, összecsuklott az egész. Nem, ahogy van, vágod a háromtagosuló létret, van az a 2 füle, amit beakasztasz a létrefogba. Na, az mind a 2 leszakadt alatta. Combcsont. Combcsont. Nem, mert úgy estem, hogy zuhantam lefele, egy raklap térkő volt alattam. És combbal annak a sarkára estem rá, és úgy pattantam tovább. Úgyhogy nyílt combcsont törésem lett. Hát gyerekek, elhúz a csónakkal! Érted? Megy a csónak! Megy a csónak, bazd meg! Érted? Megy a szájba baszott csónak elfele alóla. Tényleg a horgony, geci. Van, amúgy. Van. De már... Sát, hátra kell mennem, de ha ez a hal elmegy, én kiléptem a játékból. Mi a rossz vagy, még ennyien itt vagytok? Ennyien itt vagytok? Nem, nem tudjuk, hogy csak itt vannak a nevek. Senki nem dolgozik. Hogy bejöjjél, senki nem megy iskolába. Szeretünk, mert téged várunk. Igen, őszintén itt van, megmondom, itt van kedves Ecet barátunk, ő egy szintén egy YouTube-os kollégatai. Na, üdvözöllem. De hát YouTube-os, én nem vagyok YouTube-os. Én csak... Nyilván. Akkor azt mondja, hogy rám, hogy YouTuber, azt meg fölakasztom, tehát... Taika YouTuber. Na, hol is lak Snooper? Nem mondom meg. Nem, én már megírom privátban a címettei. Kötelem is van. Magyarok, mai napra meg volt szó valami. Szia, Johnny! Még megyek és eladom a halakat, mert nincs pénzem. Elkötött. Milyen a videókártya? Uff! Üdvözöllek! Nagyon. Nekem 2 hete.
Hogy milyen jó, hogy... Milyen jó, hogy adják hozzá, nem? Jó, drágám vetted. Én nem... Nekem... Én jóval olcsóbban be tudtam szerezni németbe. Hát én is Magyarországon lakok, csak van kint ismerős. Igazából, hát van játék, ami mondjuk igényli talán. Ez ilyen... Jó, de ezek mind olyan játékok, például az Atlas, nulla optimalizáció van a játékon jelenleg, tehát igazából tök fesek. Nézd meg a izi, nézd meg például World of Tanks Full HD a játék. Én egy szutyok 1000 éves videókártyával játszottam eddig, átlag 60 FPS-sel. Most van jelenleg a 1.4-es test szerver, ahol már a játéknak a Havok motorja kihasználja a több magos támogatást. Tehát több magos támogatása van ugye már a Havok motorjának a játéknak. Most elindítottam a test szerver, csak poénból, hogy mégis mit produkál. Ugye most már fölveszi a processzor és a terhelést. 80 FPS-en van egy GT 740 OC-vel. Kérdezem én, hogy akkor mi a francnak nekem 20-80 Ti? Minek? Várjál már, Pola, ez most olyan dolog, hogy te most jelen pillanatban rá vagy kattanva a World of Tanks-ra, az most azzal hozó példát. De gondolj bele, hogy 2 év múlva mivel fogsz játszani. Nem World of Tanks-t azon. Nem, persze, de most se World of Tanks-t azok amúgy piába vinni a gépem, gondolom. Most ott van február 22-én kijön az Anthem. Úgy jön ki a játék, hogy minimum requiemsbe mondják rá a 4 gigát videókártyába. A minimum requiems. Persze. Anthem. Na, én meg február 22-én veszem meg. Megjelenéskor. Na, de most érted, hogy miről beszélek? Ja, én ezt értem, hogy van már játék, persze. Csak mondom, hogy nagyon sok játék nem nagyon, tehát nem igazán igényli. Hát jó, persze. Én elmondom neked, én most tavasszal szépen fogom, veszek magamnak egy, üzét egy, vagy 1050-et, vagy egy 1050 Ti-t, vagy egy 1070 Ti-t, majd még meglátom, hogy fog kijönni. És én azzal bőven el leszek röhögve. Na, azzal el is vagy 2-3 évig, simán. Hát jó, hát és ez majd 2-3 év múlva akkor váltok, és jó, de ez most olyan dolog, hogy most ő is megvette azt a videókártyát, én is megvettem a videókártyát, ezekünk 6-7 évig elég. Ja, persze, értem, csak... De... Mondjuk, jó, persze, ez is olyan, hogy kinek mi. Neked, ő most... Egyszer megvette fél millióért, nekem nincs fél millióm rá. Te olcsóban vetted, de még annyim sincs rá. De hát persze. Tehát, hogy most... Na, itt a hal. Visszahúztam a semmiből. Kíváncsi. Ah, kurva anyádat! Mi a fasz? Aha! 9 kiló! Visszatértem. Kösz. Hát, ez elég volt viszont civálni, bazd. Gyerekek, ilyen sem volt még. Milyen? 58 darab hal. Ebbe a 20 g-os rúftól a 12,5 kg-os amúri. Ez kereken 100 is. De annyira kereken, hogy venni kereken nem lehet. Az igen. 0,30 ezüst, 0,31, 0,34, 1,26 és akkor megy föl. 22, a fekete amúré 3,7 kilós, fekete amúré 10,7. A 12,5 kilós amúré meg 22,56 fel is. Na jó van, öreg. Sok XP-t adott, nem? A sokat, igen. Mert megérdemled. Köszönöm szépen. Tőled ezt, meg ezt, hogy mondjam te. Tőle ilyet nem vártunk. De... Te nem mész még aludni, Tony? Ez igen, most fogom, hogy sok pecázni. Idén csinál. Megy a peca stream. Megint hallgatjuk. Hát ez hallgatjuk. Nincs kapás. Ez egy fos. Nincs gond, mert átlépek másik szobába. Ebből nem lesz tartalom, fiú. Aika. Vigyázzál. Nincs itt. Most nagyon kemény, mert jöttek a halak neki, tudod? Menj el a némítom, azt mondhatja. Jaj, mi van?
Kriszti Kriszti. Na. Bazd meg. Itt nyomom a gombot, mint az ököl, mondom, miért nem megy a haja? Hát le van dugva a horgony. Az a kurva harag. Vagy horgony. Á, Istenem. Fáradom. Ez nem jó. Kezdjük. Nem teszik a játékba, Taikám, vehetsz majd motorcsónakat. Ja, a következő patchben, nem? Valami olyasmi, igen. De ahogy jön, igen. Nem. Hát jó, de most úgy tudod a motorcsónakat, hogy oda mész a boat stationhez és béreled bizonyos időre. Viszont most úgy lesz majd, hogy vehetsz magadnak motorcsónakat. Igen. Hát szerintem lesz vagy 10 000 ezüst. Ha nem több. De boldog-boldogtalan arra fog gyűjteni. Vagy gazdag is megveszi. Hát biztos, hogy van olyan szintű játékos a játékban amúgy, aki... aki úgy instant megveszi magának, tehát... Azért egy ilyen 30 plusz a szinten már igencsak durvákat lehet fal. És nem moszkiton. Nekem a holnapi napom az úgy néz ki, hogy már levesbe ment, úgyhogy majd holnap után kifarmolom magamnak a 20-as. Végzelte ott hamar, itt hol leszel megint már délután 2-kor, mint a múltkor. Nem, mert 11 körül indulunk. Múltkor is 10-kor mentetek, mert még 9-kor itt pecáztál Johnnyval. Na, de nem volt, de nagyobb havat mondanak most. Nem lesz a bosszán. Az időjárás olyan, mint a messziről jött ember. Azt mondom, mit akar. Nem, most ide is izét mondtak, akkora havat, hogy izé, forgalmi rend, fennakadás, meg izé. Nem tudom mi lesz, mert hogyha jön a főnöknek a felesége is, akkor biztos, hogy nem érek az olyan hamar. Ezt meg vehet pofán, azt akar is délom, kezdjük el. Teve hajcsár. Megkérem, hogy kitalálja, hallom, hogy... Már megy a muzsika háttérbe, Tarik a Gaming Channel. Már nyomja a fiú. Ráj, rossz botnak vágtam be. Jani? Rosszat vett fel. Ja, még 3 perc. Mond. Segítsél nekem? Mit? Hogy kavarok alapvetető anyagot? Alapvetető anyagot? Bemész a boltba. Bemegyek, és mit van az, hogy bej... Grundbait? És lesz rá pénzed, főnök? Grundbait? Öreg, már van kajám, van fám, mindjárt főzök teját, és még van 105 aranyom. Vagy ez is tök. Bocs, már szégyeljem el magam. Ne haragudj, de nekem nem jönnek úgy a halak mindenki. Grand Base-nek kiválasztod a zacskót. Ja, a basic-et. És akkor... tehát a boltnál a Grand Base, a zacskó összut... Grand Base Crackers, hogy a mi esmű 0-60... Jó, nem tudom, mert a base alap. Így van, azt megveszed. De még jó ízé is, hallod a... Szemolia. Ezért az olcsó, ez a legolcsóbb, ez a Grand Base, ez a legjobb. Igen, ez látom. Ja? De. Ki van fogyva? Ja nem, nincs ki. Egy, mennyit vegyek? Egy, ez kettő. Hát figyelj, nem tudom, még most igazából 0-60-ba került, tehát 60 ezüstér veszel 100 darabot. Ne, egyek, figyelj, nekem főke kész, megyek macerát.
Már nem most, már hónap. Csak visszajöttem Windingre mindent. Be kaja, tea, minden, megvásárolok. És akkor utána meg N betű. Tudom, utána már N betű, igen, azt mit és csinálok? Akkor ott ugye a Grumbase-t kiválasztod az N betűnél, és akkor a sima Grumbase-nél berakod a base mixture egybe. Ezt az acskos cuccot mindig, és akkor még így járt az alapetető anyagot. Tudom, igen, most már így értem, köszi. Hozzá tudod húzni egy kicsit a skill-jét. Nekem is kéne megint keverni. Most így megálltok itt a lak egyáltalán. Figyelj, én úgy voltam vele, hogy 16-os szintől lehet átmenni Kuorira. Azt hiszem. Ja. 16-os szintől nyílik meg Kuori. Ó, mondom, megyek Kuorira, veszek sajtot, csinálok sajtkot. Nézem a sajtkockát. Basszus. 35-ös harvesting kell a sajtkocka készítéshez. Hallod? Fogtam előre az ásót, és már ástam. Akkor ment el a fél napom az ásásra, hogy 17%-ra felhúzom a 35-re izét. Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát éjszaka, mi lenne más chill peca, úgyhogy egy kis lágy zene mellett horgászunk. Hát azt nem mondom, hogy family friendly tartalom lesz, mert elég neves egyéniségek vannak velem egy csoportban, úgyhogy Snoopert nem kell bemutatnom gondolom a régi motorosoknak, de itt vannak a többek között egy új tag is, aki nem teketóriázik ECET néven, illetve Hopper, Johnny, Jani, Rizler és Snooper. Na, most ha bekapcsolom az urakat is, mert akkor a trécsülése voltak, hogy eddig le voltak némítva, úgyhogy sziasztok! Szavaztok! Nagy lázban égnek, mert itt halakat fogdosnak, meg sztorikat mesélnek, úgyhogy nagy itt a összevisszaság. Ez ki volt, mert valaki nagyon hangos volt? Nem tudom. Senki. Na oké, elméletileg senki nem hangos. Na, a tervem az, hogy most Ladogán vagyok, és mert nem akarok nagyon variálni, illetve elég drága ideutazás, meg az odautazás, most azt tervezem, hogy bérlek még egy napi csónakot. Neki akarok egy kicsit trollingozni, hát ha sikerül, ha nem sikerül semmi, akkor ugye a vége felé, amikor megnézem, akkor le akarra járni a csónakbérlet, akkor kikötök az egyik szigeten, és neki megjállok onnan még egy picit fenekezni, hát ha meg esetleg illatózni mellett, hát ha valami horogra akad. Még nem is jönne ezt a tavat továbbra sem, úgyhogy még mindig egy kicsit fehérló a dolog, de hát ha ma egyre jobban elmérlök benne, esetleg valakinek van itt tapasztalata, akkor tippeket természetesen szívesen fogadok, és azon kívül pedig egy kellemes együttpecázást tudok ígérni. Úgy látom, hogy a Feri kontra hol van? Nincs itt ez Claudia, mert nagyon... Vagy ez, lehet, hogy ez még a múltkori csetek a vége, amit itt látok, de már itt diázik megint. Előbb-utóbb meg fogja kapni a magáét ezért Claudiától. Látod? De, szervusz Ferenc, Skill, Lapát, Feri, Bence, Super! Rendben, nem hallom a zenét. Na tessék! Nincs is zene. Szervusz, közben Nexus, Ludovikov, János, és Nightbot egyenlőre, meg aztán persze mondjam, akik nem írtak a csetre, ők is legyenek üdvözölve, és akkor kezdjünk vele, mert mindig hosszúra húzom ezt az elejét, és mondom, egy picit már unalmasított. Most relaxációs zenét választottam teljesen a chill pecához, méghozzá pop kategóriában, jól emlékszem, igen, 2010-es pop kategóriában. Némi lágy muzsikát. Nagyon jó. Oké. Okay. Nem lesz túl hangos, ez egy kám, de lehet, hogy eszközi hangosabb is. De a srácok mindenképpen hangosak lesznek, úgyhogy zenébe szerintem nem hallottok semmit. Na most akkor nézzük valami olcsó csónakot. Jani nagyon jól szórakozik. Én nekem boldog vagyok. Na most nincs itten sajnos para, de van-e valakinek valamilyen infója, hogy a döglött csalihal megyek-e valamire? Miért egyen? Én trollingozok. Nekem is van tippem jó trollingozásra, ha érdekel, ha nem, akkor majd... Hát, neked mindig vannak jó ötleteid, és ezt szívesen is szoktam általában venni. Volt. De, Taika, mert... most hallgass meg a Snoopert, mert ez nagyon tud. Volkov. Snooper és a tudás. Na ide figyelj, érte!
Nem, nem, mert az lett meg, hogy ez eddig nem volt mindenkinek számára nyilvánvaló. Szavakat csűri, csavarni tudni kell. Igen. Ne szépíts, Tai, ne szépíts. Igen. Mert megcsűrök, csavarok olyat, hogy szarsz. Küldd be a Snooper, én azt mondom neked, küldd be. Csinálok, meg, csinálok neked olyan családbarát streamet, hogy... Elhiszem. De nem baj, mert nagyon nem lesz családbarát, akkor majd letörlöm. Gyere Volkobra. Dehogy megyek Volkobra, most itt vagyok. Most vettem csónakot. Jó. Na. Király. Az szép. Gratulálok. GG. Jó XP. Jó XP. Jaj, bassza meg. Krumpli, az egy humós növény. Hát oldan jobb, ezért krumpli. Mi? Az amúr? Te fiú. Te fiú, te. A butter van a fejed. Na, Taika, csak annyit mondom, hallgassál Snooperre, mert Parának is, meg Snoopernek is a mai nap. Jó, hallgatok rá, de most egyelőre az a helyzet, hogy nagyon befészkeltem magam, mint ladogára, vettem csónakot is. Jó, figyelj, mindegy, várjál, egy fél órát, egy fél órát itt vacakolok, aztán átmegyek. Nem, nem, mindegy, mindegy, ha nem is jössz, de ha átjössz fél, átmész Volkovra, tudok egy nagyon jó csalit. Pergető csalit. Folyamatosan szeretném. Mondd már meg, mert lehet, hogy nekem van. Elég sok pergető csalit. Így nem mondom meg, így már nem olyan izgalom. Jó, akkor nem mondom, akkor. Majd ha elbasztod a pénzt, hogy átutazzál majd utána. Ez nem nagy pénz. Ide utazni nagy pénz, oda nem. Na, adjad már, mert mennyi ladogára az utazás? 30. Na, és? Amúgy meg a Hunter 1-es szériából van a kék kishal, fekete csíka. Most így például nem tudom, de azon van kapásom, így nem tudom neked megmondani a csali nevét. Melyik? Hunter? A Hunter 1-es szériából egy ilyen kék színű halacska. 001. A 001-es, van olyan? Igen. Van. Na, ez jött most rá, ott a chat. De neked teszem hozzá kisebb pergetős botjaim vannak, mint neked. Nagyon durva halakat fog. 6 kilós is. 6-7 kilósuk jönnek kifele. A másik meg a Kuruna Veiko 25 gram 0-0. Egy pillanatot, étkeztetnem kell Fistabát, mert már halálán van. Kap répát, azt szeretni. Étkeztetnem kell az első, mi egy üveg vodka. Hát az... az volt az első. Aztán leöböntette egy kis répával. Le kell folytani répával. Várjatok, álljon meg a menet! Cápa! Betúrta a másik, bocsánat. Másik cápa! Hát mondom, másik! Benyomta a répát egészben, hogy visszajöjjön. Azt mondja cápa. Das Shark. Na, csettel nem foglalkoztam, elnézést, de úgy lehetem, hogy egymással beszélgetek leginkább. Snoopernek jó live-ot kíván, vagy mit írt rá? Jó live-ot, igen, Snoopernek. Azt titeket érint esetleg. Többi az úgy látom, hogy nem feltétlenül rám tartozik. Egymással beszélgettek. Ha mégsem, akkor bocsánat, hogy kihagytam. Gyere már te, gyere már ide. Figyelj. Milyen rossz seb ez? Küldök egy képet Discord. Na, halacska. Figyelj. Ja. Alakul. Micsoda? Na, további jó játékot, sziasztok! Hello! Szervezetek! Jó pihenést! Köszönöm! Jaj, neki mentem a falnakba. Láttad a Discordot, Jana? Mhm, néztem. Ez komoly.
alakul. Két bottal talod? Aha. Lecseteszem az egyiket, de már másik kettő már viszi. Most trollingozol azzal, szuper, vagy villantózol? Hát trollingozok közben, persze. Mondjam a másik csalit, mert... Nem, csak az, hogy a trollingot... Ja, mondjad közben, megnézem. Csak hogy egy trollingot villantóval nem nagyon szoktam. Igen, mondjad? Várjál, melyiken van? Ja, ezen van. Kiruna Veiko 25 gram, 005-ös. Na, olyan szerintem nincs. Egy spooner. Egy spooner. Ja, egy ilyen, akkor nincs, ez kanál alakú. Egy ilyen kanál alakú. Micsoda, még egyszer? Oh, várjál, meg kapásom van majd utána. Jó, ai killa vagy mi volt, akkor olyanom van. Kiruna. Kiruna az Kiruna Veiko. Akkor nincs. Mert Kiruna Veiko 25G005-ös talán, most így fejből, nem tudom, mert pont kapásom van. Jó van, velem nincs úgyse. A rohadt csuka majdnem leharapta az elejkeim. Na tessék. Kaptam egy pár pergetős tippet ma, és hát mit nem mondjak, elég jó. Elég jó. Működőképes a buli. Óhó! Ladoga amúgy jó? Hát, mit tudom én. Hát, te vagy a boss. Milyen te boss? Te jársz oda. Kijárok most még másodjára. De volt kis a csali hal, töltöttem az időt. Öcsém! Elment Jancsi. Itt előttem akadt le. Nézd meg, is fogtak egy 10-es pályákot, hát én meg ma fogtam egy 8-ast, és az a weekly rekord. Amúgy pergetésnél tegyük a meg... Nem vagyok én agresszív, Laci, amúgy meg menj a picsám. Na tessék. Milyen el... milyen előkét használsz amúgy? Acél előkét, Tai? Én? Aha. Hát a pergetésnél acélt, a felekezőnél a fluorkarbont elsősorban. Ne acélt használj. De pergetéshez... Hidd el, figyelj, de hidd el, én is azt hittem, hogy fasság. Mármint, hogy hülyeség. De... Ez már mindegy. De legalább. De tényleg kipróbáltam, acéllendőkével köröztem, nem jött a horogra semmi. Szépen próbálok fogalmazni. Na most melyik van? Feltettem a fluorkarbon előkét, 6-szor annyi kapásom van. Na, csak nincs normális fluorkarbon előkém. 17 kilós a maximum. Hát nekem is 17 feles van fenn. Van annál nagyobb egyébként? Van. Van, persze, persze. Bármelyik live-ra megyek, ugyanaz megy. Mi megy, Nexus? Hát, vitáznak a Claudiáik állandóan. Ja, hát olyan, mint két. Olyan, mint egy rossz házas párok amúgy. Ja, hát ez... Taika. A Taika. Mindig lehet, hogy mondod. Várjál, ott van, teszem be Discordra, jó? A nő olyan, nem tudjátok ti kezelni a nőket. A nő olyan, mint a jó vor. A korral nem esik. A nő olyan, nem tudjátok ti kezelni a nőket. A nő olyan, igen, mint a jó vor. Kérlek. A korral, nem kezelni kell. Miért nem? Gép az.
Nem, most nem értem. Nőkkel bánni kell, a nőket... Úgy, hogy nem tudna bánni a nővel. Mi az, hogy egy 45 éves nő már nézi? Nem, az egy nemesített asszony. Fiam. Ő egy élet, kellő élettapasztalata rendelkezik. Úgy van, annak már te nem mutatsz újat. Na tessék. Dehogy nem. Nem, annak, hogyha nem azt csinálod, amit kell, az megverben. Akkor mutat neki. Akkor mutat neki maximum újat, hogyha leveszek kezéről a kesztyűt. Max. Esetleg. Szerintem... Szegény. Szerintem Taika után te vagy a második magyar, amúgy aki foglalkozik a söpséget. Látod, Taika, megváltoztattad egy magyar ember életét. Így van. Örülök. De hát egynek, hát hányan vagyok? Naposztat itt lógtok rajta. Na, a Claudia... A nagy élettapasztaláltával, vondd már vissza ezt a mondatot, légy szíves, hogy lehet törölni, amit mondott? Hát az ővét te bírod. Hát ez az. Azt mondja, nekem sem mutattok már újat. Fogadjuk, hogy mutatnék olyat, hogy még el is zsvínám magad. Viszont ebben az esetben nem lennék rá büszke. Stupa, ne csináld, most be vagy gipszelve. Már nem lehet neked újat mutatni. De hallod, én most be vagyok gipszelve, én vagyok olyan merev. Hallul felül. Ne. Ja, ezt megtalálta, csak adom át. Hello. Játéka, láttál, játszok. Na, Ludovico is azt mondja. Hát fi, az én játéka nem egy szívderítő ilyen szempontból, mert rohadtul nem értek hozzá, de... Örülök, hogyha már legalább a műsor kedvér. Gratlevel. Nem jönnek ezek. Lehet, hogy igazad lesz túl, ezt még hozzád. Ó, Istenem. Na gyorsan kiszedem a halakat, ezt megyek innen a franc. Jó is teszed, mert nem megyek. Akkor marad. Gyere ez már! Ez a trükk. Mert szerinted nem nézem a streamedet. Nem nézed, majd visszatekerem ennek a elejét monitorra kiteszem. És akkor azt streamelem vissza. Na, én is beköszöntöm. Ja, hát van Hopper is beköszönt, Helked is haló akkor. Mindenki beköszönt? Snooper, nem köszönsz be? Nem csak banolni kell a cseten, hanem köszönni is. Hát ez most nem olyan jött nekem össze. Én csak parát szoktam bannolni. Azt gyakran. Hát, de most beköszönj, elotraik, akkor lehetek adni? Ahogy de! Kaphatok borit, persze, bant! 300 másodpercre kussol a fiú. Ja, az nekem adogatja itt a jó kis csali halakat, azt így bántok vele. Na, szerintem ez a trollingozás itt fejeződött be. Még kiugrok a szigetre, megpróbálok fenekezni, aztán megyek át hozzád. De ez a Nexus, és mi az, hogy 32 bites a gépem? Fogod letörled az egész kurva Windows-t, az feltesz egy 64 bites, vagy feltelepíts meg két 30... Ja! Ez végig mondtad. Ez fájt. Sőt, hogy bonyolítsuk a helyzetet, az egyiket a merevelem ezt... De lehet, hogy feltelepít egy 32 bites Windows XP-t, meg egy helyzetét hetet azt akkor. Igen, és lesz belőle szerhét, nem? Ez remek lesz. Mind a kettő 32 bites. 7XP. Nem lesz vr 2 Az nem is volt kapás, azt elment a hal. Na jó, van, ez nem nyert. Ki kéne mennem a partra? Nem. Vennem ki a csónakbérletet. Ott lesz valami. Csak a horgony ne dob le, Snooper. Taika? Taikának nincs. Nincs. Mi? Nincs prébium, nem kéne? Most, nem vagy hasznos most. Mi kéne? Ha átjössz Volkovra, vegyél már egy három napos csónakbérletet, az küld már el nekem. Azt átbírom? Aha. Kim vagyok a izén? A tó közepén is kapásaim vannak. Én nem nagyon szeretnék kimenni, mert ugyanaz lesz, mint az előbb. De várjál, most te csónakban vagy tovább, a szigeten? Mondom, egy csónakban vagyok a tó közepén. Jó, értem.
A szigetem. Jó, hát már jó, van a sziget is, most nem vettem le az elején. Jó, van, na. Majd meggyógyulsz. Meg? Én nem, olyan nem. Azt már kinőttem azt a kort. Tő, mennyi van? Meg kell néznem, hogy mennyi van még hátra. Már éjszaka, ilyenkor majdnem hiába. Ó, nem, már 10 óra van hátra a jegyből. Tudjuk, hogy küldjél a jegyet. Hát akkor meg... Az még jörök élet. Hagyjál már, de... Játébeli, az játébeli 10 óra. Ja, játébeli 10 óra. Hát az is egy örök élet. Az még kérlek szépen azt jelenti, hogy van 4 órád. 20 percet. Sőt, 20 percet. Ez egy jó szene. Gyakorlatilag az egész egy nagy vonal jó formán, úgyhogy lépjünk a következőn, semmi amplitúdó nincs benne, nem majd ezt talán... Lehet, hogy alapból kicsit pörgősebbre kéne váltani, az első oldala szerintem gyér lesz. Na, majd nézzük ezt. Na, majd látjuk. Halló, kecske! Hát? Vennék, állokolva lenne. Claudia okosabb, mint egy ötödikes. Nem biztos. Meglepően okosak az ötödikesek. Na jó, padlógáz, mert nem kell jegyet venni. Basszus! Öcsém, ha erre rákap valami... Padlógázzal? Aha, piros hajóval. Padlógáz, be van dobva mind a kettő. Hát én nem akarok hülyeséget beszélni, de most a spoonert húzom a vész tetején, vagy egy halat, ami rajta van. Drága jó Istenem. Éjszaka szoktak menni ezére? Erre nagyon jó, erre a kékre, aha. Erre a kékre jönnek. Mondjuk így ilyen nagyon este nem, inkább ilyen hajnal kettőtől jönnek majd. Ez meg nem csinált kapást. Valóan kibírtam menni. Csak kiemeltem a vadot a vízbe. Hol vagyok? Hát muszáj kipengetnem magam a partra, basszus. Pedig hidd el, hogy megyek kifele, mint állat. A csajt. Valahol kibírtam ennem múltkor. Rohadt tiket, bassz meg. Hát ez már, ilyenkor le kell tenni róla, amikor Snoopert meglátom. Ó, hagyjad már, nem vagyok én annyira alpári. Meg amúgy is, mi az, hogy családbarát? Ne jöjjön ide. Ja, nem azért csinálom, én ezt... Meg saját önszántamból. Hogy így, aki ezt így moderálja, egy YouTube-os, tudod, így írná neki, do you speak Hungary? Nem, akkor... Akkor viszlát. Snowper, üzen neked remete. Hol? Ott van, cseten. Megvárják, ja? Hallak azt a 2 percet, míg behajózol. Mi? Már megint ledobtam? Nem, azt hittem, ledobtam az ancsort. Na. Napi fogott rekord megdöntve. 0%-os hal, az jó szerintem Csalinak? Én nem tudom. Hát figyelj, szeretik a halak a büdös Csalit, nem? Én nem ment le teljesen nullára, csak 0% a frissessége. Na, meg kiderít. Majd amikor zöldül, akkor a jó. Mi van? De amíg menni se bír itt, nem vagy lerakni a botot. Na már itt. Nem vagyok buta. Mi? De igen, nem kikérem magamnak. Jaj, akkor ő volt az, aki írta a chatbe. Mit? De kecske, írt itt a chatbe. De most hova lett az üzenete?
Nem tudom. Nem. Töröltek? Nem, itt van. Igen, ő írt itt valamelyik nap a chatbe, hogy nem is valamelyik nap, hanem ma. Fárasztott valami nagy dögöt, az már ott az nyúlt volna alá, a szerveren ott kap. De játékban nem Kecske a neve. Kecske a neved? Szerintem igen. Nem. Nekem nem az a névrém. De lehet, lehet. Nem tudom. Tudja, a szom. Igen, hát akkor bocs. Akkor bocs, akkor nem jegyeztelek meg normálisan. Itt írja, nem Tibi Faternek hívják? Mert itt van egy olyan, hogy nem megint 5 perces választás után kapcsolat meg. Nem, ez még reggel volt, korán, úgy nem. Még akkor nem igen voltál. Oh, hello! Hello! Hello, ide gyere, ugye? Jó, mert aspot lehet fogni azzal a csalival, amit mondtam. Azok meg azért elég jó árban vannak. Klaudiát igen, kihoztuk a sodrába. Uh-huh. Írja az üzeneteket, de vissza is vonja. Igen, írja. De most te trollingozol, vagy pergetsz? Pergetek. Miért? Ja, mert el se indulsz? Így este? Szigeten vagyok. Ja. Fenekezek, mert sötét van. Szerintem hiába trollingozok. Hát figyelj, bár, F2-től... Már jönnek a halak a hangra is, meg ugye a mozgásának, a csalira a mozgására, de... Most mondom, van még csali hal, meg ilyesmi, kipróbálom azt is, hát, ha jön valami. Meg pergetek, persze. Azt járhatod azt az utat. Mit? F2-től F5-ig. De hát nem ott vagyok. De majd, ha kivilágosodik és trollingozol. De nem Volkovon vagyok. Ja? Hát ott nem biztos, hogy működik ez a Hunter 1-es. Hát most azt próbáltam ki, mert ez nehéz. Tehát ugye most itt hiába gumi alatt nem bírom tolni. Jó van. Messzire, nem tehát szóval. Azért mondom, hogy azért raktam ezt. Mondjuk azért bírom azt a jiggerű vaszkot. Övertem egy botkát. Meg iszok rá teát, és akkor így tátra teázok. Kombo. Azt mondja a telefon, hogy... Azt te miért nem alszom, amelyik bazz? Gondolkozok meg. Unatkozok, fogom a pontyokat. Vagy mik ezek, kárászok? Farmolok. Jaj, Istenem, be kéne menni eladni a halakat, de még nincs meg a 100. Nöcsém. Egyszer nem lehet... Hát, de mindegy. Ugyan baj. Mit akartam? Figyelj már, Claudia, ezeket egy mondatban nem tudod leírni. Ezek arra hajtanak, én rájöttem, hogy ki ír többet a chatben. Még mindig ez megy köztük. Az, de Claudia-nak esélye nincs. Ez a... Tudod, ez a... Így köszönnek, hogy... H-A-L-I. Így. Tudod, így. Szia!
Négy izébe, papapap. Itt a reggel, az édes reggel, és kapásom van. Most evett répát Fistavá, még van neki mi 2 centi, amikor ennek állna lennie. Nem is fogott halat, mit kényeztessem. Leulézve, hogy Isten akar. Azt tudom, Feri, hogy nyertél. De mit? Tapasztalatot. Ez hogy lehet sokat írni? Mire megy vele? Egy streamernek a csetjébe. Nem kapcsol. Ki akar csikkezni? Én zsiggeltem. Ja. A zsigger. Ecet, grab the level. Az GG. Grat. Hát tehát ide menni kell, innen nem van itt semmi. Van vagy nem van. Én még mindig azon a bitesen gondolkozok. Milyen bitesen? Mi? Az a 32 bit meg a 64 bit. Ja. Engedd el! El kell répázni. Te erre a két 64-est, akkor egyből egy 128-os öle. Azon biztos, hogy minden fut. Hát ez olyan hülye. Ez olyan hülyeség. Én mikor először felraktam véletlenül egy 32 bites Windows, írt a játék, hogy 64 biten megy, de azonnal takarítottam lefele. Hát 32 biten a Nintendo megy már. Lep is rá, még 32. Sőt, még a telefonod is több szerintem. Van még rajta egy vinyó, úgyhogy tehetek még egy 32-es Windows akkor. Adna egy széket vörös szőnyeggel. Azt, az hol? Sárga a WC otthon? Nem, tudom. Tudom. Hát, Volkova meddig fog esni? Audio vagy 7-ig? Aha. Nincs ennyi tea nálam, baszki. Meg kéne nézni az orsóim állapotát. Nekem meg kapásom, és nem volt kapásom, csak meg ki akartam venni, az maradt egy hal. Ja, a Snoopernek már ölébe ugrott az Atlantik. Szó szerint. Hol, hol? Én már nem is olvasom, ő is csak veszekednek. Mi a rosszabb ez? Milyen hal ez? Szú! Ez kamaj. Figyelj már, magasabb pontról nem tudtál horgászni, Tai? Hát nem, mert nincs part. Azt nézem, hogy a víz maga van 10 méterre, meg még benne ja, volt 60 anyjába. Méterre, nincs is annyi íze. De ez túl mire jött a döglött csali halra? 0%-os, ez is az. Megy vissza. Áthőjön még testvére is. Beszarás.
De miért nem volt kapás? Tehát most én értem én, csak kivettem a botot, vagy hát ugye a szereléket. Hát Claudia, ezek ilyen... Egy férfinak ilyen kérdés felrakni, azért ez magas, magas söpti. Miért? Miért? Megkérdezte, mondta Feri, hogy Tai azt mondta, hogy ha megnyeri a chatet, akkor elnyeri Claudiát. Claudia megkérdezi, mit kezdenél velem? Én? Nem te, sem. Feri. Mit te ismered azt a viccet? Menj, mit válasz 10 000-ért? Bármit. Na akkor gyere azért betolozni. Jaja. Hát Taika, te, én most nézem, te amúgy egy sunyi vagy. Mi? Honnan van neked prémium lóférged? Aranyért vettem. Ez igen. Látod? 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 Egy igazi kétszínű személyt. Na figyelj, de ezt mondtam mindig, ez még arany, abból a három... Aranyat vesz, de prémiumot nem. Ezt még amikor megjelent Steamen, többször elmondtam, hogy figyeltél volna, akkor Steamen megjelent a játék, egyébként ezt szerintem lehet kapni arany nélkül is, Volkobon már. Amikor megjelent a játék, negyedáron lehetett kapni az aranyat is. Nem akartam, mivel streamelni szerettem volna, nem úgy gondoltam, de utólag ezt már megbántam, mert mindig el kell mondanom, és úgy látszik, hogy hiába nem mondom el elégszer. Negyedáron lehetett kapni aranyat, és mivel tök ingyen volt a játék, úgy gondoltam 3000 forintot megért, és vettem 30 aranyat, és azt átváltottam 2000 ezüstre az elején 20-at, a harmadik 10-et meg meghagytam, és abból a harmadik 10-ből vettem már néhány, szóval mindig van aranyom, ha megnézett 6,38, másfél aranyba kerül 30 darab ilyen csali. És abból még, azból még maradt. Hallod? De szerintem ez túl van dobva. Nézd, milyen cuki smiley-t raktam össze. Tök jó. Nem? Csillám, az gyönyörű, gyönyörű. Miért ez? Miért nem vízszintesen áll? Ezt már túl dobtam volna, lehet. Na jó. Te snooper, az egy unicorn is puki. Az, csillan pólefi. De elrontottan az nem lát, nem hall, nem beszél. Úgy van a három majom jele. Úgy van, kisorsóra gyere, hogy a májad váljon üzévé. Úgy van. Köszönöm, baszold meg. Elvitte a csalit is, az elejkét is, minden szart. De kár. Taika, küldj egy elejkét. Miből? Jajikám, nem mondok. Nincs elő, előkém. Prémiumos is, nem mindegy. Prémiumos is, de 11 kilós előkém a kb. Stumper, per Asher azt szerintem. Az egy amúr. Az egy amúr. Turbo amúr. Turbo amúr. Lámpáim a levegőbe lógnak. Most amúgy. Csak ez a... Amikor mondta, hogy küldje egy előként, az megkérdezted miből? Erről egy üvegtigris idézetet jutott eszembe, tudod. Sanyi, vedd le a lakatot! De mivel? De mondom tovább. Család nem Sanyi, tartom. Hanem a izé. Hogy is így, Ró. Menj hátra, és vedd le azt a kurva lakatot. De mivel? Anyáddal! Kettes, mit rakjak rá? Én így fogok trollingolni. Shift, max gáz, piros hajó, aki, amelyik ezt elkapja, megérdemli, hogy az övé legyen. Shift! Körbe is, körbe-körbe is menjél a biztonság kedvére. Tényleg amúgy miért mindenki ezen a szakaszon trollingozik, csak Volkovon? Azért, mert amiért a RTS2-ben mindenki Kálé-ban van.
egy bolond százat csinál. Miért a többi helyen van lehetőség? Hogy ne, én például azért, most nincs előttem, de ugye van az a kikötő és a szemben levő sziget közti híd. Onnantól ugye a három sziget köze az, ahol rengeteget fogtam. Lájjál, hogy? Három ugye, sziget köze? Meg igen. Hogy van ez a beszakadt híd? Hát nem beszakadt híd, át lehet menni a hídon. De... Ez ilyen de... rönkhíd. Attól, attól az öböltől kifelé a három sziget köze. Föl arra erőmű felé. Tehát az a terület, ott rollingozzál még. Nekem igaz, hogy nem nagyok, de jöttek ott rengeteg, és nem is tudom melyik fajta hal. És hírre, múltkor ott jártam, azért tudom. Ezen van valami. Oksika. Szia, Claudia, jó éjszakát. Hello, Chloe. Jó hét. Kezdek fáradni. Hello. Abba, hogy itt ülök. Keszeget fogtam pergetni, hallod? Mit csináltad? Beleakasztottad a wobblert, vagy mi? Én nem tudom, hogy ez hol. A Mall Cricket még mindig izé itt is. A Premium csali. Ó, pici az. Pici aszpot fogtam. Meg csukát fenekezővel. Jani. Mondd. Megbőgesselek. Há. Mennyire szeretnéd? Nyugodt, nyomjad. Már bőgek is. Hallod, 69 falam van. Szerinted már most mennyit ér a Fish Marketbe? Nem tudom, egy ezrest. Még annyit nem. 669. Az nem rossz. Hát, az nagyon... Tudkám, eddig 2000 volt. Szerinted miért vagyok most éppen Viddiger és húzom a... Spoonfishinget? Hallod, elmentem venni egy előkét, az van előkém. Vágod? Akkor küld át. Mit? Nincs prémiumom. Nincs, neked sosincs. Én feleslegesnek tartom a prémiumom. Végre jó, megjött a jobbi kezed. Szerintem hülyeség. Hát az is. Jó, vanna. Csak annyiban nem hülyeség, hogy tudunk egymásra küldözgetni, de körülbelül az összes hát értelme. Janék meg sokat segítette. Hát, ó, az igen, tehát azt mondom, hogy annyi előnye, hogy tud küldeni cuccot. Nekem is van annyi, már nem is felszerelésem elsősorban, mert abból nincs sok, de ilyen halszeletből majdnem 1000 van például. Nekem küdtek tehát. Meg csomó csali. De igazából... Igazából botom, van a bambusz, van két teleszkópos, van egy használhatatlan bolonyai, van egy használhatatlan pergető, van két acélpergető, van egy használhatatlan fenekező, még az FD-110 semmire nem való, van esetleg ez a persej, hogy fonetikusan ejtsem, ez még talán használható bot, amit nem használok, de az egy körülbelül, meg aztán van a három féderem, meg a két pontyozó. Tehát, hogy igazából ezeket használom. Egyről azt a perseit nem nagyon mondjuk. Az talán egy olyan bot, aminek ennek esetleg lenne értelme odaadni valamelyik kötetnek, de az összes többi az már nektek nem kell. Meg igazából senkinek meg kezdő botok. Én kaptam, tehát nekem az elég is. Baitcasting orsót nem bánnám küldeni a tarját. De miért? Hát mondom, adriatikában körülbelül amit tudok adni. De nem, nekem a fordított gyűrűshöz kéne. A rendes baitcasting orsó, tudod? Adat. Jó, de hát nekem nincsen. Mondom, nekem összesen van egy Sparkom, van egy Lacertim, két adriatikám, a többit meg a... Még egy Szuper, szerintem ezzel arra célosz, hogy neked van rá kreditet. Nem hiszem. Összesen van 4800 ez. Az pont az orsó ára. Pont az orsó ára. Az pont az orsó ára, még 200 ezüstöd marad is. Olyan olcsó. Ja, csak annyira olcsó. Mindjárt veszek egyet, csak hogy csorgassam a nyálat. Igen. Ja, de figyelj, megveszed az orsót. Nem kell, nem fogom használni, csak bedobom valami kis sátorba majd oda. Kempisbe aztán, majd ott jó lesz. Igen. Jó van. Na, jó, szerintem ezt befejezem. Megyek vissza trollingozni.
meg, hát azt hittem lejár a csónak bérletem. Jött egy lóc, itt egy lóc, hogy ezt is elolvasd, unalmas pillanataidban, elolvastam. Alattai, annyian nézik a pecádat, mint a kamion. Nem hiszem. 31-en vagyunk. Nekem, akik ott volt, de hát ott 50-en voltak. 40 alá, mert úgy, hogy 40 alá megy, akkor agyom abba azt, ami mondjuk hát ezt alá ment. Kocsma csapás. Hát figyelj már, jobbra, ott van egy magasabb hegy. Szervusz, Nikó, nem tudom, hogy a kocsma csapás. Nem mit próbálod van ki, ott jobbra az magasabb, onnan nem próbálod ki a pecát. De. Jobbra fel. Mi van előttem? Négy és feles, hát ez lehet, hogy kár. Meg most megyek a csónakhoz trollingozni. Twitch TV, Abo Frey. Orburgon csinált egy gyerek egy olyat, hogy hal háború, totál vejt, bármelyik hal, 13 konyra belépés. Hal háború, az igen. Majd Janék is felhúzzák a pergetést, majd csinálunk egy trolling versenyt Quorin. Mit szóltok hozzá? Szóval semmi tudok. Te negatív, te. Addigra szerintem már nem fogunk játszani ebből. De most fogtam egy 1-1-es csubot. Nem csak moderátorok vannak a cseten. Csak azok többiek, veszekednek. Csak a többiek nem mernek írni. Meg Claudia, meg Ferenc állandóan tele spammeli a csetet. Kocsma felé vezető út, Nikó. Én amelyik szerintem többször voltam a Vatikánban, mint Kocsmában. Őszintén. Pedig elhihetett, hogy ott sem voltam sokszor. De a vatikáni valutát azt használhat, nem te? Isten fizesse meg? Hát az. Kocsmában is úgy kell inni hétvégén. Ja, fizeted vagy írjam? Írjad. Én még nem fizettem, na majd Isten fizesse. Hát, fogsz nekem volt ilyen. Mondom, elmondom, fogok egy 500-as tátnék, megiszok két sört. Lemegyek, benézek, két sört iszok, mert max több pénzt is viszek magammal, mert mindenki. Elmentem a Krimóba, hazaestem, amikor hajnal egykor, talaj részegen, és nem, 1500 forint volt a zsebemben. Na, hazaértem. Mi is játszottunk ilyen játékokat, hogy... De finga nincsen, hogy sem érted, tehát... És nem egy csak persze, hát akkor már így áll egy kicsit is mellé. Régen volt az a izé, hogy amikor még volt egy forintos, hogy szedett ki a borsodis üvegből az egy forintos, vagy nem töröd-e a borsodis üveget, meg nem a száján lököd ki az egy forintos. Mhm. És volt ez a trükk, az a lényeg, hogy lefogod a borsodis üveg száját, de csak a barna üveges régi borsodit lehetett, és együttembe mindig egy helyre rázva köröztél az üveggel. És mindig egy helyre koppant az egy forintos, és egy akkora lyukat ütött rá, hogy ott kijött. És ezzel nagyon-nagyon sok pénzt nyertünk. Hányszor berúgtunk el sok vín öreg emberen, nem lehet megcsinálni. Nem, úgy volt a megegyezés, hogy nem a száján, meg nem oda koppintod valahova, hogy kitörd, széttöröd, nem töröd szét az üveget, érted? Na az üveg maga nem tör szét, csak egy pici lyuk jött ki, lyuk tört ki, ahol kifért az egy forintos, aha. Általában pont akkor, ahol kifért az egy forintos. Halló, Aktvesz! De ahol belakod, ott ki is lehet. Alt F4. Én nem tudom, én kajáltam. Kajálásoknál csináltunk olyat, hogy... Hát úgy van, ilyen, majdnem egy ilyen sörvést a feelingben, hogy ilyen versenykajálás. És akkor mi mindig azt csináltuk, hogy figyelj ide. Egy hamburger vagy egy kóbász, tök mind ugye a menü. Érted? Nem az működik, Gábor. Aki előbb hány, jó szabad a kisebb, azt hiszed. Tehát az a vesztes, aki előbb összefkedje magát. És mit akkor mindig nyomtuk, küszé. Az volt a lényeg, hogy mindig azt kellett mondani, hogy portorikói rumot kell inni. Ezt akkor volt olyan, két csávó. Mondom, ezeket a büdös életbe sem. Nem, nekem kell, ott lesz. Lekajálni, mondom így a havernak.
Mondom, ezt mondom, esélytel mondom, hamarabb hányok én, mint ők. Mondja két csávó, hogy úgy azt mondja a haverja, hogy jó. Na, én meg kihasználtam a pillanatot. Mondom, jó, addig egy kikérem a következő kör felest, jó? Mondom a csajnak, mondom, figyelj már, mondom, adják két hideg portrikóit, mondom, a másik kötőt dombál be, csak egy 4 másodpercre a mikróba, nem kell több. De addigra már úgy rendesen be volt fejába mindenki. No, ezek... Vagy sem sok mindennel. Betömték az utolsó kolbászt, érted? Letolták rá a langyos portrikóit. Ott, ahol álltak egyáltó helyükbe, visszajött belőlük minden, kész. Ott nagyjából. Mondom, jó, akkor ezt is letudtuk. Hát de volt addigra a számla sztuper, vagy 25 ezer a kajádában, de ilyen úgy kajádat képzeljen, hogy ez a, tudod, ez a talpon álló. Ahol tényleg azt a zsíros kolbászt, meg azt a vaskos hamburgert kapod, nem azért, meg is szutykat. Hú, mondom, veszek. De már láttam, hogy esélytre, mondom, valami tükköt be kell dobni. Persze nem feli teljes mértékben valóságot, de úgy nagyjából ezek vannak terve. Még zömmel azért szokott lenni. De a langyos portorikóit a tökére egy, hogy eszel vagy nem eszel, be vagy kajával, akkor írt valamit. Pláne véged. Ája, de hát ez van. Na, forrulás van mindjárt. Na, most vajon jobban jönnek a halak, hogy napos az idő, vagy? Vagy legalábbis ilyen felhős nap? Nem is olyan meleg a víz. Hú, Ladoga, de jól néz ki. Most hát nézem, hogy jönnek a live-ját. Én most izé, átjöttem Windingre pergetni. Arra nagy vízre ki is lehet menni, teljesen taika. Nem, szerintem a bójára ütközök, de mindjárt megpróbálom megmutatni. A térképen mindjárt megmutatom, hogy sok vége van. Aha, látom. Nem láttam a bóját. Tuti lenne persze. Nagyon most megnézem, szerintem neki megyek, mint egy betonfal. Ilyen mély tengeri horgászat, mi? Várjál, nem tudom nézni, hogy mert kapás. Megálltam. Megálltam? Ah, neki opa, ment. Opa, csuka! Opa, iki! Hallod, Snooper? Igen, tessék. Haverodnak hatalmas nagy igazsága volt. Hogy? Mert ugye próbáltam pergetni, meg húzni a pergető szkirt, és én tök nehezen jöttek a halak. Most már 16 halnál tartok, úgyhogy az éjszaka kellős közepén jöttem ide Windingre, meg eddig felhős volt az idő. Most ilyen felhős napos éppenséggel, és annyi különbség van a szerelékem között, hogy fluorkarbon előkét raktam rá. Na. Drót helyett. És van kapás. Az jó. És most is kiszedtem egy kiló pluszos csukát. Ilyen, come on. Nagyon csekbe vagy. Raucsok azok, jó. Várom a kapást, meg közben hallogatom, amit mondotok, meg közben Steamen csetelek. Hát figyelj, ez a come on roach, azt szokta keresni a kávéhez. Tehát azt érdemes azért kifogdosgatni. Viszont úgy látom, ez nem túl sikeres ez a mai nap itt, úgyhogy lehet, hogy ne látszunk be, neked van még, vagy neki alak, akkor majd... Folyamatosan vannak kapások. Hogy kapások? Trollingozol, vagy? Trollingozok én. Trollingozol. Már mióta, srácok? Másfél órá? Két órá? Két órája legalább, ja. Hú, ez valami nagyobb. Ez valami nagyobb. Snooper már sokkal régebb volt a 2,5 órája. Oda néz! A csubi! Halagra akadt a csubi! Szervusz Imre, közben most látom. Hát majd most már nem kéne, mert kelek reggel. Szia, Nikó, amíg itt vagy, ha nem, akkor pocsi. Ó, nem van. Az szép ecet. Mindjárt elfogy a krumpli. Na, de szép pont. Most is fütyöl a borsomtaj. Hát Imre, akkor sajnálta, ha nem sikerült nagyon jól. Ja. Én abból fogtam 7 kilósat. Miből? Mit fogtatok? Nem ez láttam a csetet. Ez a common card. Ez a kozert, az csak úgy vettem be, hogy igazából a csatornatagság. Ja. Igen. Egy olyan opció is. Florian szereti hagymásból volt, köszöntelek téged is az ingyencek között.
Szóval ez csatornatagság. Ugye a csatornatagoknak vannak kiváltságaik. Az azt jelenti, hogy 990 forint bruttó összeggel támogatják havonta a csatornát fixen, bármikor lehet mondani, de a megkezdett hónapot már nem. De abból 30%-ot eltesz a YouTube. Kb. Ez a felállás belőle, és akkor olyan megkülönböztető jelzéseket használsz, meg emojikat, a jó ég tudja micsoda, meg amit még esetleg beletakni, nem nézzetek utána, gondoljátok, sok minden olyan extra van, amit, illetve lehet olyan funkciót is belető, hogy csak a csatornakok tudjanak írni a chatre, hogyha ugye sok van olyan a néző, akkor azzal lehet szerelni, mondjuk az nem nálam érvényes, de most képzeljék, hogy ezren néznek, és akkor egy streamert, és akkor gyakorlatilag követetetlen lenne a chat, illetve a trollokat ki lehet vele szűrni, úgyhogy ha már ugye van, mit tudom én, 200 tag, akik most mondjuk moderátorok lennének, csak a moderátorok tudnának írni, ugyebár akkor kicsit máshogy esne a dolog, tehát akkor nem lennének olyanok, akik ilyen mögött beírnak, meg fölöslegesen spammelik a csetet. Nagyjából ennyi lenne a lényege, de nekem is egy elég újdonság, mert csak megkaptam infót, hogy ha van nekem is, hát akkor beteszem az kéz, de igazából nem. Különösen tudom, hogy mit jelent, vagy mit nem jelent, nagyjából ennyi, meg nincs is igazából kiépítve, egy pár dolgot, emojit beraktam már, amit ugye ők tudnak csak használni, meg ilyesmi, de komolyabban még nem volt időm beállítani, mert most áramszünet volt. És a hétvégén ráérek, akkor töltök még fel, meg ugye hűség jelek is vannak, ha valaki egy hónap, vagy két hónap, vagy hat hónap óta, vagy két évet, más elő de az avatar kap, vagy valami ilyesmit. Azt hogy csináltad meg, Taika, hogy mióta van feliratkozva, vagy minden hónapban újra feliratkozásra? Oldod meg? Mit? Ezt a hogy mióta? Igen, hát hogy minden, Nem. Ha automatikusan megújul, most tag leszel, akkor minden hónapban levon tőled 990 forintot a YouTube-ban, amiből mondjuk 600 valamelyit én kapok, 300 valamelyit meg ő. És hogyha nem mondod, de ez csak egy kattintás, ugye, mint a feliratkozás is, hogy lekattintasz, akkor meg a következő hónaptól már nem vonja. Ha nem kattintasz, akkor a következő hónaptól is vonja. Igazából egy támogatási rendszer. Tessék? Nem, hát igazából az a helyzet, hogy ahhoz, hogy valakinek legyen egy csatlakozás gombja, vagy óriási malaszának kell lennie, vagy 30 000 feliratkozónak kell lennie. Viszont kerülő úton meg engem is engedélyező van ez a verzió is, de hogy miért jó az YouTube-nak, azt ne kérdezzétek. Lényeg, ami lényeg, hogy ott van, amit Nightbot kiír, vagy azt a leírásba is betettem, a YouTube Gaming csatornámon keresztül viszont ott van a csatlakozás gomb. Csak alapértelmezésben nem a YouTube Gaming csatorna jelenik meg, hanem ez a streamelő csatorna. De akkor, ha arra rákattintotok, megjelenik a YouTube Gaming csatornám, és akkor ott már van csatlakozás gomb. Hát igazából, amit Nightbot mond, meg ami le van írva, az a YouTube Gaming csatornának a linkje. Ezt lassan majd menjél kieladni a halat, mert erre vissza kell majd dobnod. Hát figyelj, itt viszont nagyon nem van hal, úgyhogy lehet, hogy még snooper után, vagy nem tudom, vagy akkor neki amúrozni. Vagy aludni. Egy órán még egy picit tudom tolni. Lehet, hogy abba hagyom ezt a kísérletezést, mert nagyon nem hozott sokat. Fogtam egy zandert! 7 halat fogtam összesen. Igaz, hogy kicsi. De zander. Na, én mióta meg átmegyek oda, ahol ecet van. Mióta... Hogy másban a finom Florian, ez így van. Csak nincs krumplim. Úgyhogy... Okay. Ja, hát nem csak azt véletlenül hagytam benne a Nightbotnál a kuzert, azt kivettem. Arab értelmezésben az a két vesző közti rész az hiányzik a videó leírását, mert akkor is látod. Itt valami van rajta szerintem. Nem túl nagy. Viszont ez értékes hal lehet, mert 104 grammos is már csett érett. Ezt kívánom, vagy nem? Semmi. Kíváncsi vagyok, hogy mennyiért tudod majd eladni a halakat. Itt a halat? Aha. Na majd megvárjuk. Egy Rizzler. Egy kijött, egy elment. Ja. Nem hiszem, hogy volt a kecske. Annyira azért nem gyakori nálam sem. Inkább RTS-nél hamarabb van, mert jönnek. Egyszer, neked? Hát ott talán, de az sem annyira jellemző. Hány méterre van állítva az a dobási távolság?
És hova dobjam oda a tökbe, nem? Aj, de olyan jó, hogy nem oda dobja, ahova célzok. Nekem. Egyszerre két botom volt kapás közé. Az egyiket kiszedtem, de jött a következő. A Twitch azt írja, hogy te angolul csinálod a streamet. Hát Gábor, az a nagy helyzet, hogy a Twitch ilyen hülye. Tehát ahhoz, hogy nekem ott, azt mindig át kell állítani magyarra. Nem tudom, egyszerűen nem bírom neki beállítani. És ugye mivel Twitch-re nem szoktam fellépni, mert a streamen keresztül Twitch-re, mindjárt kedveli ránézek és átírom. Ezért mindig be kéne lépnem minden egyes stream előtt, és át kéne állítanom a videónak a nyelvét magyarra. De ha megmondjátok nekem, hogy ezt hogy tudom elkerülni, akkor azt szívesen veszem. De nem tudom egyelőre. Mindig be kell, most beléptem, mindjárt szerkeszteni kell a videót, és akkor itt az anglist át kell állítani magyarra. Van ja. Kapás így, Snooper. Most is itt egy másfeles spike. Azt mondja, hogy magyar, tessék. Most már magyar lesz kiírva, de ezt nem szoktam elkövetni, hogy mindig átírom, és mert hülyeség, mert ha rákerestek és nem találtak meg, hogy magyar, akkor talán kevesebben lesztek, de nem. Fishing white spoon, ez az. Akkor te is ilyen multistreambe. Na, ezért, restreamre. Vesztélyre. Vesztemre, igen. Én nem tudom, nem lesz annyi teám, ami ide kell. Volkovra. Ugye a viszkit. Na, viszont, akkor itt nem nagyon szokott ott legalább vanni a kapás. De megnézted, hogy kaffébe van ezé? Jaj, de most meg ki kéne mennem ezé a krumplit is venni. Ne. Hát igen, én is horgáztam régebben, Florian, de én igazából a halat sajnálom meg, nem tudom. Annyira nem voltam sose nagy. Kaliber, viszont ez marha jó, mert itt nem. Miatt gondolkodnom. Szuper chat. Nem premium csali? Nem. Műhelyik szuper chat egyébként kecske, de abból is 30%-ot elhetesz egyébként. Ez is az a kategória. Ez hogy néz ki? Az egyedül, amit egy az egyben megkapok. Jó, szóval fekete nagy vastag. Úristen. Jaj, valami nagyon viszi a botot. Ne vegyél aranyért csalit, felesleges. Legyél tűrre. Szoktak küldeni. Egy telefonos feltöltése, vagy csinál a feltöltése. Ja, hát az a biztos nem. Hát, hogy sem csuka. Te Rizler, Belaján lehet valamit fogni? Lehet, amúgy. Lehet. Lehet, hogy baj van. Olyan szempontból, hogy lecsatlakozott a Steam chat. Elképzelhető, hogy le fog dobni a játék is. Én nagyságrendileg csak csukát fogtam. Hát egyébként vagy egyiket látod a ilyen szeknek, 240 valamennyi izé van itt, ha jól látom. Twitch-es meg 2000, majd 2700 lassan izé YouTube-os, azért van különbség. De nagy részben. Letelik a béletem. 5, 4, mit fog csinálni? Kidob a partra? 3? Kidob a partra. Nem kell kikötnöm. Vízd legy, nem tudom a lényeg. Eltelt. Na, most megyek tovább. Tehát 3. 2. De, az volt egy hal rajta, míg a szide adta egy 284 grammos légzárót. Viszi a Damilta, hogy csak tudja. Na viszont most már kihasználtam a lehetőséget, úgyhogy mehetek máshova is. Van valami, ami... A Blake, de őt kéne, meg nem is fogtam annyit. Biztos nem fogtam, ilyet nem fogtam. Egyet fogtam, de nincs akkora. Akkor nagyon fogtam, de akkorát nem. Hát úgy lesz, hogy semmit nem fogtam, ami kell neki.
én komolyan mondom, ez a legjobb farmoló. Na, a trófe a Cubom ér 60 ezüstöt. Komolyan mondom, hogy ez a legjobb pénzfarmolási módszer. 10 hal 107 ezüst. Azt van benne sallang is. Van, ami 0,45-öt ér, meg 0,03-at. Ha kiveszem azt, ami egynél kevesebbet ér, akkor a 8 ér 106-ot. 106 és felett. Jó van, lehet, hogy lesz ennek még abban a ráció, hogy itt pecázgassak, de... Nem tudom, mit évő legyek, hogy menjek még egy kört. Ugye, hogyha nagyobbat akarsz fogni, vagy nagyjal akarsz próbálkozni, akkor inkább boldissal próbálkozni. Ja nem, ez csak jó volt ez a trollingozás is, csak az, hogy olyan ülő drága, hogy eljönni. De nem, ezt nem neked mondtam most. Ja. Volkovon megy a trolling most? Figyelj, nekem megint itt van valami nagy dög. Na, megnézzük akkor azt. Nekem az a baj, nincs hozzá orsom, és 9 kilós ez a kis bot, és olyan, vagy ez az orsó, és olyan nehezen tekeri ki, hogy nem tudok vele mit csinálni. Egyszerűen nem bírom kitekerni a halakat. Ezért akarok... Bépállal lehet kecske, egyébként. Szerintem bépállal lehet, miért ne lehetne. Annyira erősek a halak volkomon, hogy egyszerűen nem... Tehát kis 9 kilós orsómmal... Esik az eső, akkor is van kapás. Hát, tai! Itt meglátjuk. Húzom. Melyiket? Cip. Pirosat vitted, vagy melyiket? Pirosat, persze. Na persze, burzsú. Nem. Ha utána olvasol, gyorsabb és csendesebb a motorja. És az jobb? Hát nem, Tai, te... Nem, csak érzem, hogy jobb-e. Hát nem olyan hangos a motor, hát persze. Hát, de a motorra jönnek a kis... Tehát hallottam olyasmit igazából, hogy azért is... De a motor, én is ezt kérdeztem, hogy nem zavarja el a halakat. Azt mondják, hogy nem, már a morgásra is jönnek oda. Ez most szivatsz. Kipróbálom azt. Hát most egy napos eddig. Hát várj, csak két napos. De mondtam, hogy nem kell. Sokkal drágább a két napos se. Össze két naposot. Öt napos az túlzás lenne már, mert... Vagy mi legyen? Amíg nem vagy online, addig nem megy a jegyed. Tudom, hogy nem megy, csak nem hiszem, hogy öt napot itt akarok tölteni Volkovon. Köszi. És az a helyzet, hogy átmegyek másik tóra, ugyanúgy lejár. Hát én biztos, hogy itt leszek vagy két napig most. Hát veszek egy két naposot. Én is aztán majd holnap folytatom, vagy valamikor legközelebb, most úgyse vacakolok. Na akkor... Jaj, bocs, nem mondtad, milyen izékkel? Hunter 1-0-0-1. Meg elmondtam a másikat is, de most olyan halat választ. Jó, oké. Okay. Nem, magamtól kérdeztem inkább elsősorban, mert előttem van majd... Ugye megnézem, a másik az meg egy izé volt, ilyen műlégy. Azt mondja, hogy ami nekem a kék volt, az Kiruna volt, és a... és több Kiruna, akkor ugye ez a kettő volt valamelyik. De és nem Akila volt, azt hiszem. Várja. És 7G-s, és abból... Kiruna Veiko 25G 005. Veiko nincs is olyan. Ah, ez Spoon, várjál, bocsánat, hülyeséget néztem, a szerintem. Spooner. Ez a műlégy volt, Spoonert kell keresni. Hol vannak? Topwater. De akkor elhagytam szerintem. Azt hittem műlégy volt, de nem spinner volt, hanem Spooner. Vagy Spoon. Azt mondja, hogy Kiona Veiko, és melyik volt? 25G 00. Akkor nem ez volt. Faszom fit, nem tudom. Kiona Hunter. Veiko ez is. 25, és még milyen színű? Kék, mert pontosan... Fél, bal fönt írja a sarokba, hogyha... 25G005, de nem azt a... Nem azzal van kapásom. Ja, 005. Egy kék színű. Igen. Ja, kipróbáljuk. F2-től F5-ig mászkálja. Hát jó, azt tudom, szoktam is ott karizolni. De én bemegyek oda a szokásos helyemre is szerintem. Szétnézek, és onnan megyek majd ki. Ha gyengebb bottal akasztasz egy nagyat, akkor csak unalmas. Dehogy unalmas, pont. Pont ez az izgalom. Ó, hol vagyok.
Jó, csak így szétmegy az orsom. Hát türelmes vagyok. Majd ha kiabálok. Na de ez egy izé, amúr, mert rázzal bot végét. De. Pont is csinálhat olyan kapest. A... come on... kárt, a tőpont. Azt írja, már nincs energiája a karakteremnek. Igyál kávét. Ezt tudunk például, az kell valami speciális előke, vagy mi kell hozzá? Mihez? Nem, fluorkarbon előke, mert... Az addig értem, de miért nem bírom berakni? Mert lehet zsigra veszem el. Nem voltam, bocsánat, meg a bűlögyek közt kerestem. Bocsánat. Jó, mondjuk ostoba folyankó. Á, basszátok, nem hiszem el, alt F4 ez nem kell. Nem mondod. De, nem bírom meghúzni. Nem bírom miért? Kihúzni. De miért nem? Mert gyenge az orsom hozzá. De elfogyott a damil? El. Letekerte a 300 méter damil. Rizlernek is elmondta. Megbosszulom, kifogom helyetted. Itt van a fahídnál valahol, úgyhogy gyere keresd meg. Fahídnál, ez a kis hídnál, csak benn vagy itt a három sziget közt. De hát a F2, F5 az ide jön le. Ja igen, ezt mondja, hogy a három sziget közt szoktam én fogdosni nagyokat. Vagyis a nagyokat viszont nagyokat meg gyakran. Na hát odafutok a halhoz most már komolyan. Ja azt persze, futni kell. Az egy jó trükk egyébként, én is ráálltam, amikor gyenge volt még a botom, hogy elengedtem majdnem az egész damilt, aztán utána futottam, úgyhogy közben tekkertem fölfel a damilt, aztán megint le kellett húznia. Most így nyomogatom a D-t, oldalra fordulok, és így közben tekerem utána. Na, aztán viccem el, bak meg. Lent a csík, meg megvan őrülve. Hát az is jól, hogy én is értem, hogy ez a játékhoz, Gábor, az a baj, én sem értek. Jönnek itt a csubok hallott. Szeretni az emberektől, de... Ha. De ez kiismerhetetlen sokszor. Ó, Istenem. És egy rohadt baitcastingos 14 kilós kurva orsó, bazd meg, 4000 ezüst. Nem hiszem el. Hoppá, mindig összekeverem, hogy melyik. Bele újra inkább, mert... Hozok egy cigit. Hát Rizler, ez a 107-90-es spot az jó. Jönnek a halak. Két halat fogok egyszerre, hallod? Itt van mind a kettő. Bocs. Hogy hoztad össze? Ezt nem volt időm lemutolni magam. Gyere már ki. Az elszakadt. Elszakadt a damilod. Boly. De a nagy botra? Itt alulról kell kezdeni, aztán úgy húzni rá. Igen, tehát a féket azt mindig be kell állítani izére. Nem, 20 környékére és akkor úgy. Ki tudja én mit akasztok itt minnyi? A hal, az így chillbe van egy helyben, én még itt próbálom kihúzni. Hol pecázol, hogy chillbe egy van? Melyik tavon vagy? Old. Aha. Mi volt a csali? Krumpli. Az amúrja. Azt szibált egy darabig, aztán majd megindul.
Csak amikor arra vigyázz, hogy ez lehet, hogy megindul állat a hal. És akkor tekerni kell fölfel a domit. A shiftet lenyomod, vagy a, igen, a bal shiftet, és akkor gyorsabban tekeri a domit. Vissza. Na, meg is indult. Igen, mert amúgy bemegy egy sarokból, te elkezdi rángatni magát. Ú, de mint az állat. Tekert, nyomd a shiftet és tekert fölfel a damage-t. Tekerem. Feszű, bot már izé C alakba. Talán lassan már olyan. Nem lesz olyan nagy, mert fogtam már ilyet, aztán ez se volt nagy. Csak a bot gyenge hozzá. Vagy nem a bot, hanem az orsó. Na, jön már. Na, mert talakkal eltűntek. Itt van a kóra. Zavar rá csak egy gyorsan. Nem tudok egy teljes kört megtenni, úgyhogy legalább két halat nem fogja. Egyáltalán nem nagy. Na mindegy. Na, gyere már ki. Kilós. Hát egy ilyen 3 kilós orsót olyan. Ah, ja. Elment valami? Ajaj. Lehet, hogy rátaláltam izének a bolt cuccára. Elvitte a egyik izémet. Úgyhogy nem is volt kapás. Az... Sok volt a 29-es fék, úgy látszik, még goldból is. Elszakadt szerintem az izé. Damil. Az előként leszakadt. Előke szakadt, ja. Az nem bírta. Na viszont akkor kell föl rá a másikat mindjárt. Ja, de nincsen, nem idén komolyan másik. Ezért másik villantót kell rárakni, mert az azt hiszem az volt. Ugye akkor 17-eset fölrakjuk. Igen, az volt, akkor rárakok egy másikat. Nézzük mondjuk ezt. Aztán majd ugye kimegyek a part felé, azt veszek egy másikat. Ilyen előkét mikor tudok majd rakni a fenekezőre, vagy hát a féderbotra? Akkor hogyha sok százalékod lesz, nem tudom, hány százalék kell hozzá. 50 azt hiszem. Kimegyek inkább, azt most veszek olyan másikat, most úgyis éjszaka van. Meg kell egy jó pár. Bár lehet, hogy... 50 százalékos botafishiné nyílik ki a inline rig. Úgy sem, ami snooper. Hogy? Hát nyilgázon húzom a villantót. Elszakadt az előkém, azt elvitték a villantóval, majd mindjárt veszik a másikat. Hunter-t. Ugye? Azt nekem is azt vitték, de olyan szintű, hogy borzalmas.
nem vagyok hozzászokva, hogy a goldorsó megtépázza a dolgokat, csak az a baj, hogy nem a goldorsó, a Damia volt a gyenge, hanem a előke. Ma csak kagyló. Miért volt gyenge az előke? Hát hány kilós volt? 17. És hány kilós a Damilod? 30 valamennyi. A Damilod? Mi? 32 az. Ja nem, az a másikon, akkor ezzel lehet, hogy 39. Mi? A Damil erősséged? Igen. Mert hanyas Damil van a Gold 80-ason? Fonott van rajta valami 20 van sokas. Mindjárt megnézem, csak most egyre elmegyek, azt veszek villantót. Na ezt nem értem, mindegy. Mit nem értesz? Hát, hogy fér fel egy olyan nagy Damil arra az orsóra? Hát, mert fonott. Így is fonottat használom. Hát, mindjárt megnézem, mekkora van rajta. De gyengébb akkor is 20 kilós, azt hiszem. Vagy melyik volt az? Hunter, itt van. Hunter 101, ez volt az. Nekem is azt hittél. Nekem kell most már friss market. Mennyire tudom eladni? Nem biztos, de amúgy szerintem Amurból eddig ez volt a legnagyobb. Ja nem, fogtam egy 6 kilósat is. Ezért neked mennyi volt? 7? Az igen, tudod mennyit ér a 6 kilós? Aps. Vagy asp. 50,7. Az igen. A 3,7-es 31-et, a 4,9 41-et. Burbotot lehet eladni 5 kilótól 9-ig. Az nem tudja, hogy fel kimondtam, mielőtt eladtól halt kávéját. Olyan, vesztek aspot. Dehogy vesz? Baj, hogy ez van. Kifogtam 7 halat, és el tudom adni 22-ért. Annak a fele az izé. Scamorra, úgyhogy. Na, látom a lámpában, semmit nem látok ebben a térben. Na, jelen állapotban 74 halat 700-ért tudtam eladni. 47 halat? 74. Azért. Hát akkor... De... Minden hal egy százas. Majdnem. Hát akkor keresett volna ezret. Akkor 7000-et keresett. Akkor 7000-et keresett volna. Akkor... 10000-es... Ne erről, te is nem megy. Már, na este van. Windows. Átlagosan 10000-est keres halank. Ja, az úgy vagyok, akár még dolgozni, és sokáig nem. Szervusz, Tomi! Csónak, miért nem fog leérni, mert 2 napot vettem. 1500. Hát, nem szorom az, hogy 2898. Az orsó. Ja, de itt eszembe meg kell nézni még egyszer ennek a fékét, lejjebb veszem, mert aztán megint megjárom. Most akkor úgy néz ki, hogy ezen a cuccon... Ja, 17-7-es zsinór van rajta, 0-24-es van. Akkor ezzel nem cseréltem ki. Ú, de elég zseng állapotban van, 26, azt ki kell cserélnem. Úgyhogy a Damil szakadt el egyébként, nem az előke, úgy veszem észre, mert nagyon viseltes, nem tudom mit keres rajta. Mit írt, hogy nézzem? Tessék? Nézem, mit írt ki a chat. Hát ilyen szakadt a zsinór. Line is torn, a zsinór szakadt. Aha. Csak valaki azt mondja, hogy előke tűnt el ez zsinór, ugye nyilván nem, de hát nem is fog. Ugye ezt kicserélem, mert ezt nem tudom, mit keres még rajta. 29-2-es zsinór. Hát, az is elég még.
Velem kell 17 heteset, azt hittem, hogy vettem, de úgy látszik, hogy mégsem, vagy valamire felhasználtam. Elég sivárul állnak. Mert akkor offline vagy, akkor nem számolja a csónakbérlési díjét. Mikor? Amikor offline vagy. Akkor nem. Hát akkor úgy viszont megér az egy hetes. Én azt hiszem, hát jó, de akkor is számolja, hogyha nem azt csinálod. Azt én értem. De ne kell ezt boldizni, akkor is az van. Jó, de én nem akarok boldizni. Jó, hát nem, akkor vigyél egy heteset. Csak a botjaim nem biztos, hogy bírják már. Az 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 orsó. Először jobb orsót, vagy jobb botot kéne venni? Kinek? Orsó. Nekem. Orsót, hogy könnyebben kitekerd, ahol. 5 és feles van, akkor 7 és feleset, az minimum, nem? Nem. 9-est vegyél. Az a baj, most 5 és feles van, 7 és feles veszel, ez mindig egy pénzkilomást. Egy-két lépést a játékba át kell ugrani. Érted? Inkább egy kicsit tovább szemmegy. De mindjárt megmondom én neked. 9-es vagy 15-es. Vegyek 9 és feleset. 400 valamennyibe kerül, ami nekem van, az a fehér. 15 és fele. 400 vagy 700? 400. Valamennyi. Mennyi, miért akarsz lenni? Hát, nem tudom. Figyelj, 90 feles. Sputnik Proton Pro 6000-es. Azt vennem. Még nem elérhető valami. A 16-os szinten majd. Na, azt addig farmolja. Azt vennem. Mondjuk ez se rossz. Ez a Meteor. 30-es. 8 kilós. Tűnik rossznak. Úristen. 14,5 kilós. Gondolom azért ez a 32 kilós orsó az azért durva. Hát nézd meg a Beluga Vengert. Azt nézem. Venga 10.000-et. 23.885 az orsó. 32 kilós. Az az, ami nagyon sokára lesz. Van, akinek van már olyan szented? Van. Nem is egy ember. Ja, mondta rád. Nem tudom, hogy tudjátok a fejből, de ha megnéznétek, nekem, én azt adom, miért használom, hogy Siberia Hybrid Braid Green, az a 350 méter, és abból a 10 kilós. Csak én a 15 kilósa. Hybrid 350 méter? És a 15 kilós? A 28 millis? Igen, én azt használom. Én meg a 10 kilós az. 20. 19. Az jó, az jó. Hanyas az orsó? Hány kilós? 5 és feles. Már lehet egy kicsit nagy. A 300. Meddig? Ne. Ne. Nagyot vettél? Hát az szép, 85-ös domi, hát az már halcsában. Az mire? Hát rosszat vett véle. Jó, oké, csak hogy az mire használható? Hát, majd jó lesz a tároló dobosra. Vagy tokozni. De hát a forrót azért jobb, nem arra is? Nem. Halcsára. Halcsára az ilyen, a tokra például már ezek a nagyok kellnek, ez az özelméteresek. Az egy 200 kilós hal már megy. Valamiben különböznek azok a botok, amelyeknek kék a neve?
Parton? Kapsz, hát nem tudom. Kapsz egy XP. Tehát igazából ragadozózni. Hát ez talán jobb egyébként, de nem tudom. Ott írja, hogy mit ad pluszba. Ahó, nem mondod, hogy már viszed, basz meg, mi a faszom? Aha, Taika már megint vodkázni. Tök chill a zene megy ebbe a játékba, tetszik. Melyikbe? Itt a... menübe. Akkor vásárolsz. Nekem le van halkítva, azért nem, nincs már fülembe a dolog, mert ugye azért copyrightot lehet, hogy hamar kapnék. Ja. Hallod? Első hal. De ez nem folyó. Nem te tekered, hanem ugyebár a csónak sebessége adott, és szépen húzza a csalit. Neked csak annyi a dolgod, hogy gyors kombon van adott bot, és amíg boton kapásol, felkapod, azt tekered kifele. Te vissza bedobod, kiakasztod a féket, berakod ide a izébe, azt húzod tovább. Valami rúc is. Nincs alvás, ha van kapás. Sziasztok, MT küldte, köszönjük. Na jó, a csalitaika. Nem tudom most egyelőre. Nem nagyon akaszkodnak. Egyik ez most akaszkodik, de nem igazán nagyok jönnek. Hát, akkor miért tépte el a zsidóroda? Hát az az egy. De látod, ez, tudod mióta csinálok? 10 perce. Ja, nem 10 perce csinálom. Nem, azért csak mondom, hogy igazából nem tudok még mit mondani. Ezért mondom. Hát de mióta vagy vannak kapások? Nem tudom, az is figyelet nem volt túl nagy. Mert föl volt gyakorlatilag betorájtva a fék a zsinórhoz. Nem, le volt hoppa a zsinór. Hát nem tudom, nekem eddig bejött. Én most látom. Ja nem, hát nincs, vagy jönnek, csak azért nem van. Hát összesen 7 halat fogtam eddig, hát ez nem olyan sok. Plusz az a egy, ami elment. Az már jó, azért 10 perc alatt 7 ha. Miért 10 perc? Fél óra itt vagyok. Én egy óra alatt 20-at fogtam. Szóval egy hétre kibérlem a csónakot, és felül van a szánk ilyen nagyobb. De ebben benne a picike is, mert nem dobtam vissza egyet se. Na, én viszont lépek tovább, jó pecát, elosztom. Jó, jó, és sziasztok. Ciao, ciao. Jó, és. Nem tudok, a 170. lúca volt. Hát csak tök véletlen, hogy világkulcsot kapott Feri. De azt úgy voltam, hogy addig, amíg nem veszti el a bizalmamat, addig marad. És hirtelen intézkedni kellett, és nem volt moderátor, és gyorsan kijelöltem valakit, aki... MT amúgy nagyon sokat játékban. MT nem annyira sokat játszott vele. Kincses Máté itt szereti, ahogy más volt, köszöntelek az ínyencek között. Remélem, jól fogsz szórakozni még sokáig nálunk. Ez
Viszont most megint nem jön semmi. Be kéne etetni egyszer egy kört oda, etetek, aztán visszahúzom. Mit szólsz hozzá, Snooper? Ha, ahogy érzed, én nem tudom, hogy az mit. Mit technika? Ugye, nekem jönnek. Most indultam el a csónakkal, már 80-nál járok. Hát jó, én nekem semmi, azért mondom. Nekem már megérte ez a 2 óra hosszú peca, 700 ezüstén. Fasz. 23-as empty. Aha. Azt hiszi, nagyjából. Legyél már nekem egy bait casting orsol. Nincs prémiumja. Akkor nekem is vegyél már egy. Meg egy botot is. Nekem bot nem kell, 2 nap múlva visszaadom. Micsoda? Nem, 3 a max. Igen, mint a legtöbb valós életben is horgáztam, akkor hogy 3 botot engedélyed. Azt jelenti, hogy én vagyok tele ezüstelő csóró. Pajk az... Nem olyan, aki ad. Magának való. Na, szépek vagytok. Kuporgatja ott a izét kis... Érmécskét, mint Dagobert bácsi ott a izét, mert páncélterembe őrít. Legyél már egy napos prémiót, az küldje nekem egy orsol. Egy napos nincs, 3 napos van, nem? Hát akkor egy 3 napos, hát most nem mindegy. Hát most pont 2 napig dolgozok. Azért vedd meg nekem, azt mire hazajössz, visszakapod. Nem úgy értem, hát akkor minek vegyek prémiumot? Azt meg, azért, használ. Hogy elküldjél nekem egy orsó. De minek neked 2 napig, ja, addig van szerelő, miért? Snoopernek mondom, hogy miért pont 2 napra kell neki az orsó. Nem 2 napra kell, örökre kell, csak visszaadom Taikának utána. Mire befejezi a munkát, addig veszek neki valamit. Megmondja, mi kell, azt megveszem. Persze az adott értékben, mint az orsom. Ja, most te miért nem írod meg? Ja, nincs annyi ezüstöm? Nincs annyi ezüstöm, de ja. A botom már jó, az orsom már jó, és most tényleg tudnék pergetni, és nem bírom kiszedni a halat. Olyi aranyat. Egyszerűen prémiumot. Vagy prémiumod van egyébként most? Ja, van biztos. Szervusz, Buke! Taika, most fogom megvenni a gyógyszereimet. 47 ezer forint lesz szerinted. Tudok venni aranyat? Fájdalomcsillapító, antibiotikum. Az a műtét után, ami kell. Mert természetesen ugye úgy néz ki a műtét is, hogy vidd magaddal a gyógyszert is. A hálapénz, meg a pulykapénz, meg az ilyen pénz az mehet a orvosoknak, de a gyógyszert te vigyed magadnak. Meg az oltóanyagot is. Meg az, hogy én nem járom. Az infúziót, könyörgöm, az infúziót vedd meg és vigyed. Azért röhelyes, nem? Ja, hát szerinted már rég vettem volna aranyat, de hát nem, így nem tudok. De mindegy, majd 4 nap múlva pecázom. Hello, bad skills. Persze.
sose volt. Jó, 21-es vagy csak. Hát akkor 21. Na, pedig küldjél már egy borsó. Most trollingozok, most menjek ki a partra. Ahol légy szíves, meg tudod csinálni, gyors leszel. Kapásom is van. Hallod, van egy kétnapos hajóbérletem, átküldöm neked. Rajtam is segítsen már valaki, most az egyszer. Hidd el nekem, hogy akkor nem lenne kapásod. Nekem is szerintem fölraknám az Adriatic Oceant, jönne akkor a cápa, mint az állat. Egyszerűbb, ha azt mondod, hogy nem szívesen. Nem, nem szívesen. Nem azért mondom, hogy nem szívesen, csak hát nézd meg. Itt ilyen halakat fogtam. De te nem tudod, hogy kell pecázni. Hát, mert hogy kell, mondd meg. Úgy, ahogy én. Hogy? Hogy van kapásom folyamatosan, csak nem bírom kiszedni. De most figyelj már, te mit izélsz? 4 kiló spike? Például. Milyen 4 kiló spike? Ott volt egy 4 kilós pály. Most már, ezt majd mindjárt nézem még egyszer, milyen 4 kilós pály? Az egy 4 kilós. Az 5 inkább. Akkor 5, hát innen. De ne többit nézed, basszus, ugye súlyszerintre akkor sorban. De... 385 grammos pály, 450 grammos percs, 494-es pály, 537-es asp, 561-es pály, 641-es sub, 779-es pály, másfél kilós szűken pály, 1,6-os asp, 3,3-as Atlantik, meg egy 4,9-es pályk. Tehát igazából már... négy darab van kiló fölött. Másfél órája streamelsz, ha akkor ide jöttél volna, amikor én szólok, biztos, hogy van hallod. Na, nekem megint a kisbotomat viszi valami, és olyan erőre... És megyen, figyelj meg, csak hogy poén kedvére ezt a botot kicserélem neked valami kis hulladékra, figyeld meg, hogy mi fog jönni rá. Mert ezek rahadékok. Hidd el, hogy a nagy részére nem is fognak. Egyébként a goldorsomra jött a nagy hal múltkor. Meg szerintem a csupa is. A Everestre nehogy azt hitt, hogy jön valami. Csak ilyen hulladék. Véletlenül rossz orsó volt a boton, emlékszel rá, fárasztottam másfél óra hosszáig, mire kivírtam szedni. Akkor volt, amúgy meg nem szokott jönni semmi. Mondjál, kiveszem most, mert tényleg poénból, azt rakok rá valami hulladékot. Tajka, én megkockáztatom azért, hogy küldjél már gyorsan, visszaadom két napot. Nem, mi az? Ja, bekrakom át a zsákba. Na, jó, adjátik, a kicsit erős lesz, rárakok egy protont mindjárt a másik villantó... Sőt, berakom másik villantós botot. Ez micsoda? Ez pergető, jó. Sputnik, 13 kilós damilla. Rakok rá egy 11 és feles előkét. Meg rárakok, hát még azt nem rakom rá, akkor mit rakok rá? Levegyem róla. Leszaggatom aztán meg csak a költséget. Ha egyedül legyen egyenlő körülmény, rárakom ezt. Jaj, de mondjuk ez a bot, ez kicsit erős lenne, ez hány kilós ez a bot? 6 ne, kilós. Nem, á, jó, nem, fogjuk rá. Nem a bot számít, én nem tudom miért hiszitek azt, hogy a bot nem számít. A bot? Holnál? Hát nem tudom, hát igazából nem, de gyakorlatilag a játék úgy vettem észre, hogy igen. Jó, akkor berakom a másik üzét, ezzel a Sputnik orsóval. Jó. Mondjuk ezt jó, legalább jó hosszú, mondjuk elég szar, nézd már kire mindegy. Rárak akkor ezt, azt nézzük. De ha arra se jön semmi, veszel nekem egy orsó? Nem, persze van valami. Közben. Ohoho. Akasztottam valamit. Gyere ide. Jó, amúgy meg mindig te ilyet, most hiába bizonygatod.
Hát van, a csubi. A csubika. Basz meg, leég az orsom, nem hiszem el, geci. Ha nem jön, elviszed az összes damiot meg. Jaj. De pont most, amikor úgyse tudok vele játszani, egy goldorsó gyorsan átbírok neked passzolni. De nem tudsz, mert fordított gyűrűs a pecám. Szerintem miért a baitcastingos orsója hiszizek? Nem, ezt nem tudtam egyébként, mert nekem olyan sose volt. Fordított gyűrűs a izé, a botom. Hát meg izéje van neki is. Alfa 8000-ese. Alfa 8000-ese itt van neki. Hát akkor miért nem azzal pecázol? Mert fordított gyűrűs a bot. Az, és aki arra normális botot. Miért vettek fordított gyűrűs botot? Mert ez a pergetős bot. Miért az nem, ami nekem van. Tai, fordított gyűrűs. Most ezt hogy mondjam neked? Casting bot? Azt én értem. De itt van ezek a pergetős botok is. Tökéletesen fasza. Kérlek szépen, 29 kilót bír. He, 31-et, bocsánat. Figyelj, tesó. Így utólag már én is kurva okos vagyok. Ja, hogy te úgy gondoltad, hogy majd az jó lesz. Hát, ja. És miért ne veszel inkább egy botot? Lényegesen olcsóbb. 1000 körül kapsz egy normális pergető botot. Mert van botom. És most inkább vegyek még egy botot? Na, inkább vegye 4000-re egy orsót végső soron, nem? 2800 az orsó. Hát na, de ez egy 2000 valamennyis bot. 39 kilós bot. Jó, lesz meg máskor. Egész szuperből ideg roncsot csinálok. Nem mindegy, már rívok amúgy, tök mindegy. Beveszem a fájdalom csövepítem, azt lefekszem a faszba. Mondjad, mikor menjek a partra, hogy mondjam, melyik orsó kell. Nem, mert azért aranyat küldeni, vagy valamit? Nem. Az is csak prémiuma, persze. Hát, egy az kettő meg most neked miért éri meg jobban az arany? Hát, mert akkor nem kell kimennem a partra, meg mit tudom én. Azt a fickot. Két jelen veszek neked egy hajójegyet. Rohadjak, megveszek egy hajójegyet. Kapsz egy heti bérlet. Piros hajóra. De hát ha ilyen remekül jönnek a halak, akkor teljesen fölösleges. Csónak ez. Nem bírom kitekelni a rohadékot, nézd meg, geci. Menj utál a csónakkal. Megyek! Folyamatosan azt csinálom. Shift-tel. Úgy megyek. Utána meg visz pluszba tekerem a damiért szerinted. Hát hány méter lami van rajta? 300? 300, igen. És mekkora mondtam... itt a... És merre megy? Erőmű fele megy? A izé fele, a város fele. Tanya fele. Hát nem, hogyha 300 méter azért jókor. Mekkora az egész pálya körülbelül? Nem tudom, Tanyika, de... Hány méter egy kocka? A Volkovon 50 méter egy kocka. 50x50-es. Ez 10, de 10 nem lehet, mert a erőmű meg a híd között. Inkább 9 hosszú. Mondom, 50 méter egy kocka. Az 450 méter, hát most a középen na, vagy elvetően nem bír elmenni. Tesó, van 300 méter damilom. De a középen vagy, akkor 200-ra van a határ. Fenn voltam az erőműnél. Erőműnél kapott rá. A szigetekhez. De hogy legyek? Nekem meg semmi kapásom nincs. Hát nekem itt van, és hidd el, hogy nem hazudok. Hát esküszöm. Nyilván nem hazudsz. Esküszöm, kiveszem, látni fogod, de nem tudom, mikor fogom kivenni. Hát lehet, hogy nem fogom látni, mert mindjárt megyek aludni.
Szegény kapás, itt van shooter, hello! Az meg, és a másik buton is kapás van, nem hiszem elget. Komolyan mondom. Hát ez most kurvára nem. De végre egy hely, ahol tud még pénzt keresni, bazd meg. $2,850. De a goldban meg 27. Annyi, hogy goldot, és úgy nekem sincs, hogy goldom, csak mondom valamit, hogy ha átküldöm, az 600, és az, vagy ne, mennyire vagy, mennyi híja van még? 1200. Ja, akkor mondjuk azzal sem így sokra, akkor. Nem azért mondtam, hogy vedd meg, hogy, mert hogy meg tudom venni, hanem azért... Nem, hát csak hogy... akkor küldök aranyat, csak az sem jó, mert ugye ne, az sok prémium lett. Itt meg oldon én ki tudom farmolni. Most azt a harmadik haljon, azt hiszem, hogy a negyedik már a kisbotra, a nagyra meg sem mozdítják. Mennyi goldból tud nekiváltani azt az ezüstöt, amiben meg tudna venni? 1000 ezüst, az 10 gold nagyjából. Az 10 gold. De mondom, ezeket ja. Vagy 1500 hiányzik, úgyhogy azért mondtam, hogy egyszerűbb lenne egy prémium, meg ha megvenné egy tai. Nekem egy hónapos prémiumom van, az két nap múlva visszaadom. De ugyebár az a maga az, hogy meg kell venni a... Hello, Actress! Jó katekot! Köszi! Ne vegyetek semmit, azt mondja MT. Majd lúzva. Gyere más ki, bassz meg! Én nem tudom, milyen rohadt egy hal vagy te, de remélem az úszod leszakad, meg azt szemedet kinyomja, vagy négy gaj darab rohadjál meg. És átveszik izének romlott halként. Nem nagyon jönnek. Hát pár csukka jön ott a három sziget közt, erre kint már nem nagyon jön igazából semmi. Hát én ott akasztottam ezt meg. Megmondom... Sziget közt? Hogy... Megyek vissza. Nem. Kint a izénél. A gátnál, a hegyfelesbe. Megmondom, most fütyül még a másik. Hallom, hogy itt fütyül mögöttem a botom. Bizony rajta lenne az a 16 kilós, már rég kitekertem volna a gencibe. Halló, Ricsi! Hát, nem nagyon jó. Nekem. Stoopernek meg jó kapása van, csak nekem meg nincs felszerelés, hogy kivegye. És itt most éppen ezen megy a húzavona. Hahahaha.
Hát már lassan könyvön is. Ez a Riga motoros csónak, ez jó, valahogy jó. Én is megvettem volna, csak nekem sincs rá. Se arany, vagyis most nem tudok feltölteni, most nem tudok aranyat venni. Kurva, kurva tápénz, bazd meg. Rendes. Mit? Hát nem, de hát nem kapok annyit, mintha dolgoznék, azért nem annyit keresek, ha dolgozok. Hát eléggé meglátszik. Azért, mert később ami 60%-ot kap csak. Meg plusz 45 a főnöktől minden hónapban, de akkor is jóval kevesebb, mint amennyit keresek. Mert volt nekem ezüstöm, mikor újra kezdtem ezt a játékot, de akkor vettem rá. Ó, ó. 17-es előke az nem elég általában. Nem tudom, lehet valami nagyobbat kéne. Mondjuk van nejlomból 25 kilósom, de... Csak 20-21-et bírom a fékével az Everestnek. Azt elkezd dilulni. Na. Kell ezeknek idő, miben indulnak amúgy. Nekem mondod? Szervusz, Imi, szép esét neked is. Milyen hal van ebben még? Ebben a tóban milyen agresszíven harcsa. Megy? De harcsa nem megy, az leül. De figyelj már, szuper, az pont mennyivel kéne? Mit? Mennyivel kéne tekerni a spunt? Hát tekered egy 10-essel, de folyamatosan. Mm. Én 8-at szoktam, de vagy pedig a 15 körül tekersz rajta egy, vagy egy és negyedet. Aztán megrász egy 2-3 másodperccel az a jiggel is. Az is jó. Mert a kanalas azt úgy kéne, hogy ejtetni. Igazából. Tehát így húzod, aztán válsz, hogy süllyedjen le, aztán megint ugye elindítod, emelkedik, aztán válsz, hogy süllyedjen. Na jó van, jó éjszakát, srác. Halló. 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 Na, tessék. Ott van, akkor csak megfogtad. Na, te vicces vagy. Hogyha veszel több jegyet, és nem használod be, akkor ez megmarad? Vagy hogy van az? Meg. Tehát, hogyha veszel mondjuk kettőt, akkor ha lejár, akkor automatikusan megújítja, ugye? Tehát elhasználja azt is. Igen, igen, igen. Ha viszont nem használod el, akkor csak az jár le, amelyiket elkezdted. Igen. Aha.
Az jó. Az már jó. Azzal elszórakozsz egy darabig, gondolom. Ó, oh, Isten. Ja, próbálok pergetgetni. Próbáltam egy spoon, de az a baj belajával, hogy... Vagy belajával a windinggel, hogy itt nincs akkora hal, ami rákodjon arra az... Tehát az meg nagyon ritka. Láttam, hogy valaki elszórakozott vele egy 7 kilós aszpot fogjon, de hát azt szerintem, hogy 2 napig itt állt real time-ba is csinált a folyamat. Amikor csak sütött egy kicsit, hanem... Itt alapvetően kis halak vannak. Lehet fogni nagyobbat, de ritka. Ugye ez is kezdő pályának számít. Nem, nem. Hát a winding az nem, persze. Jó hajlik a botod végetei. Hány grammos a izé? Hát mi? Tessék, most lecseréltem a spoonert a kis villantóra, jött és egy hal. Hát az egyik az 25 grammos, a másik meg 26. Csak nézem, mert nekem nem hajlott ennyi. Ha már neked az a buzi botod van, ez ugye kicsit hajlékonyabb a vége. De itt is az egyik az. Nekem meg a Super Duty CST7. Érzékenysége 4/10, hát hogy a 25-től 100 g a dobósúlya. Na, nekem is Super Duty van. Másiknak meg 14-70. Hallod? Nekem is az a Super Duty széria van. Igen, csak akkor... nekem... csak nekem a... De az, a CT78H. Az a fordító gyűrűs. Ja, ez a fordító gyűrűs. Na, ott a halad. De van... Késik a stream, jó mindegy. Mi a baj? Nem, csak mondom, ott a halad, de hát... Mire beszélünk, már ki is fogtad. Megjött az orosz haverod. Ő nem az. Privét! Váska! Hát igen, mert most mennyi van? Hajnali 2. Náluk olyan este 8-on. Nem, hát ők korábban vannak, mint mi. Nekik reggel van már náluk. Nem vissza vannak? Nem, hát ugye ott hamarabb kell a nap keleten vannak. Ne, hát csak... ők, ő náluk ilyen hajnali 4-5. Nem, jó attól volt függ, a csúszás. Hát ez attól függ, mert azt hiszem, vagy mennyi 4 vagy 5 időzóna van Oroszországban? Hát Amerika azt mondom, hogy 6-ra van a keleti part. Mert akkor miért írják azt, hogy reggel 10 óra AM, akkor van a
verseny, ami nálunk délután 4. Azért, mert gondolom, hogy az amerikai közép zóna. Ha? Csak hogy miért ezt ne kérdezz? Mert ísz, vagy keleti, nem is, nincs most kiírva olyan most? Hogy írják? Nem volt verseny, nem most már, mióta itt végül nincs verseny. Nem volt, hogy már minden. De nekem nem ment. Úgy látszik, hogy itt megint vagyok, azóta nincs. Megint írt valamit a srác, kak. Mi ez a kak? Á, Iváska is szereti, hogy más volt. Privét. Spasíve. Hello, Atesz. Most, hogy vigyá, Atesz a nagy vigyorgó ábrázatot küldi, hogy... hajnalig tartó, igen, hajnalig tartó. Van egy pár rossz, de nem tudom, hogy tartós lesz egyébként. Lehet, hogy csak meg szokták csöngetni a feliratkozási jelzőt. Nem hiszem, hát már... rájönnék, hogy mekkora loser vagyok, azt mondom, hogy feliratkoznak. Elég sokan megfordulnak oroszok azért. Ja, meg van egy moderátor műsor orosz. Pontosan ukrán, mert Kijev mellett lakik. Ruszlán. Ukrán moderátorja van Tajkának, szóval... Igen, vigyázzatok. Ukrán moderátor. Értem a célzást. Ha ő moderál, akkor itt rend lesz. Ja, Kalasnyikovval mondanám ezek. Na, már 20 fölött jársz halagbatai. 21, ez nyerőszám. Csak hát a apraja, nagyon kicsi. Hát ez ráér, ő ráér, ez így van. Na, meglepsz a gyorsóval, vagy nem? Milyen, hogy tarálsz itten állandóan? Mindjárt, hogy kijöjjük a partra, akkor... Vagy mennyire sürgős, nem ér rá? Azt mondja tarház, mikor meddig tarhát, amit jött? Meddig akarsz még ma pecázni? Még biztos leszek egy óra hozzá. Minimum. Lejár, csónakbérlete fogsz, akkor megnézzük. Jó, de sokkal lesz még azt, hogy az még 50 perc, addig nem leszek fönn. Isten álljon meg! Vegyek prémiumot, amikor dolgozok két napig zsinórba. Sokért nem egyébként sincs egyébként meg. Na de gyógyszer, ami viszont a gyógyszer árából megveszem neked a prémium. Jó, hát most nem érdekel annyira. Mondja, megyek meg ki a francba, az úgy sincs olyan kapás. Majd nézd meg addig, hogy mekkora, vagy gyere te is ki a bolthoz. Merre van a bolt várja? Hol vagyunk? Azt tudom, merre vagyok. Erre van valahol. De jó. Padlógázom megy a piros csón, nekem. Nekem is. Várja, már valami elkapta a botomat. Nem mondod, hogy shiftnél kapás van. Görbülnek a botjaim. Azt nézzek. Rögni fogsz nekem a csónakra, moszkitól ékenek. Ez a gerebézis, snooper. Ez a gerebézis. Ez az. Hallod, nekem moszkitól éken egy perc ráugrott a csalimra ugyanígy, hogy téptem kifele a stékhez. És így elgázon is ráugrott a perc a villantóra. Az övöl tele van a múrokkal. Dugvás dugig van a múra. Nem árt. Hallod, valami elkap. Shift közben elkapta egy hal. Mit? És rohadjak meg, itt vaj, kerem kifelé. És nem van rajta valami? Hát hallottam a féket, mert nekem ugye már 12-esen várakozik a fék. Nézd meg, figyelj! Nagyon csörd van a boton. Figyelj, chat? Chatre való? Nem, 2-4-es Atlantic számon. De szarás, bazdmeg. Várjál, hogy bírok olyan nézést prémiót. Már sose vettem még éneket. Ajaj, valami error van. Hol lehet venni prémiót? Itt vagy a Steam-en? Hol vetted? Steam-en vetted? Nem vettem sehol, mert nem bírok. Hát, escape,
Ja, nézzük a streamet. Igen, 3 napos. Csak nem látom. Ho-ho-ho-ho-ho. Nem láttam. Most kihagytam sokáig. Mi ez? Hát ez jó kérdés. Gyere ide az anyádat, tudod, hova mész? Mi ez az error? Hát ez az. Ho-ho! Sose vettem még. Hát akkor... aranyat hogy vettél? Hát... Az is itt. Elviekben. Megvan mi a baj? Nincs a Steam pénz százában annyi pénz. Mert a Steam-en keresztül akarja venni. Az a baj. Akkor menjek vissza a tóra? Ne, várjál. Hát basszus, a Steam-en sem bírok venni, mert mondom, gyorsan veszek a Steam pénz szárszámba 5 eurót, de nem bírok. Itt is valami hiba van. Kérjük, Viber, hiba történt a Steam szerverhez való kommunikáció közben, szerintem azért nem bírtam benne ott sem. Mert én szerintem azt online, a Steam-en keresztül megvenni. Meg mondtam is, hogy valami baj van a Steam chat-tel is, hogy leállt. Nem csatlakozott, tehát akkor csatlakozz újra a Steam-re. Nem, már föl van csatlakozva. Most látom az összes barátot, nem tudom. Hiba törjük a Steam-szer, ez csak hogyha most lecsatlakozok, akkor kidob a játék is, hogyha úgy újraindítom, vagy valami. Nektek működik a Steam? Mindjárt megmutatom, figyelj, berakom a izére, monitor felvételre. Nem kell, én nem hiszem. Csak hogy láttatok-e már ilyet, hogy ez mi lehet? Várj egy pillanatot, hol van ezért? Nézem én is ezt a... valami vásárlási funkciót. Display capture. Na nézd csak, ezt írja ki. 0,98 euróban a pénztárcán, azt venni akartam 5-öt. Nekem is azt írja, nekem is az a hiba van. Valami volt a Steam. Újra kell indítani a Steam. Látom, nekem is ugyanazt írja, hogy Steam újraindítást igényel az egész. A Steam refresh kell neki. No, akkor halljuk, toljuk ezt így, aztán majd stream után majd megpróbálom újraindítani, csak most nem akarom, mert akkor kidob a játék, meg minden. Amúgy ott vagy a boltnál? Most már nem, de mindjárt visszamegyek. Már megmondom, hogy melyik az, hogyha gondolod, ha nem, akkor nem mondom. Halljek. Ezek már kemény orsók azért. Hát vagy... Egyébként mindingen már megint felhős. Na nézd csak, ma itt vagyok. Reels. És akkor lemegy oda, hogy... Igen, itt van a casting. Classic bait casting. Igen. És ott van Siberia Steelhead, egy kék. Második sorba, második balra. És ott a 16 kilós. Nekem az első. Nézd csak a streamet. Ja igen, neked az első. Ez? A Steelhead, aha. És miért neked, mi van több, vagy hogy? Nekem fent ez az Eyman kompakt, a piros nagy kupakos van, és abból a 9 kilós, de ebből kéne a 16-os. Én nem úgy értem, hanem hogy mivel van neked több a felső sor, vagy a második a... Szerint, várjál neked 2, 4, 6 van egy sorba. Nekem csak 5 van egy sorba. Lehet a felbontási opció. Ja, lehet, oké. Okay. Meg vettem az adást. Nem is tudom, milyen felbontásba kéne lennem. Nem, csak a Full HD-ben van. Ja, nekem nem. Nekem nem. Vissza kéne rakni mindent, közben elhúztam mindent a helyről. Oké. Okay. János azt, hogy az 50 évest engedi. 1700 eurós premium, mi? Adagad patch. Elméletileg működik a Steam. Egyébként az a helyzet, hogy időről időre így hajnalban szokták frissíteni, javítgatni, meg
mit tudom én, módosítani a Steam-et, és egyszer már észrevettem, hogy nem is tudtam csatlakozni. Tehát úgy, mint most működött, de lecsatlakoztam, és nem tudtam visszacsatlakozni, és ez körülbelül jó fél óráig eltartott, aztán éppen Gabby-vel beszélgettem Discordon, és neki még működött a Steam. És azt mondta, hogy náluk meg ez egy órával korábban volt, tehát ugye nem mindenütt egyszerre csinálják ezt a módosítást. Nála akkor működött, amikor nálam nem, viszont előtte, amikor nálam működött, akkor meg nála nem, tehát... De akkor ilyen, nem vetted meg még az orsó? Nem vettem még meg. Jó, azért mondom, hogy akkor még nem vetted meg. Nem, jöttem el, onnan csak benézsz a boltba. Na, még egy odát, meg egy visszállt esetleg. Aztán beső is sötétedik, úgyhogy lehet, hogy aztán hanyagolom a villantóhozást, aztán majd utána megpróbálom újra indítani a Steamet. Hát igen, dupla el, ez most egy kicsit unalmasabb, mint a nagy átlag. Ez a játék, vettek vissza a halak mennyiségéből is, meg talán ez a horgászási mód sem arról híres, hogy irgalmatlanul nagy tételben lehetne teregetni a bot. Mondjuk, ha úszóznék spitzbottal, akkor kicsit több lenne a kapás, de most nem az a feladat. Hát, de nem mindig jó a... most... Én is cségózok, 4000 órán van cségóban, meg PUBG-zek. De... Néha kell egy ilyen chill-es játék is. Nem mindig a Suka Blegy, meg Rush B Suka. Hogy így nub vagy, úgy nub vagy, így vagy, bén... Jó van az. És csendes nubis játék, kell ez. És megint a kisboton van kapás, nem hiszem el. Persze, azért mondom. Arra vegyél mérget, hogy ez úgy szokott lenni. Börcs. Na, hello, majd közel találkozunk. Köszi. Hello. Hello, jó itt.